Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Fischer Zoltán, azaz Fifika. Ifko Krisztián, azaz Mujó. You don't know the power of the dark side. És Balog Dávid, alias Blacky. Szerintem zseniális antré volt. Jaj, szóval négyen vagyunk. Három gonosz plusz egy. Mindenki eldöntheti, hogy ki a gonosz. Plusz egy fű. A gonoszok heten vannak. Ennek a Palinak semmi nem jó. Inkább a három muskétás. Plusz D'Artagnan. Plusz D'Artagnan, igen. Megnézem, miért vezérlem én folyamatosan túl saját magam? Ah, király. Mert egy control freak vagy. Fucking control freak. De mit is mondtál a Blackie-re, amikor összepróbáltuk ezt a nagyon, nagyon spontán bejelentkezést? Valamit mondtál erre a Luke-os vonalra? Nem emlékszem. Mit mondtam? Valamilyen, én vagyok az apád Luke, és erre ráfűztél valamit. Jaj, de elfelejtettem, de mindjárt eszembe jut. Attól nem félünk, Krisztián. Igen. Ja, igen. Csókol apád, Anakin. Csókol. Mi a helyzet veletek? Ja, elérkeztünk. Bocsánat, fontos vízválasztójához érkezett az adás. Kerek 60-ak is vagyunk. De, és hiába tagadott Blacky, elérkezett Mujó, elérkezett Fifika és kedves hallgatók, az a pillanat is, amikor Blacky bárhogy is tagadja, ezért vett ki ma szabadnapot, szabadságot, hogy itt lehessen az adásban. Bárki bármit mond, ő írt rám ma, hogy ha esetleg kerékkötőnek, amit természetesen nagyon szívesen veszünk, akkor mert véletlen épp otthon vagyok, Charlie, tudod, hogy van ez? Hát takarítani kellett, kicsit port törölgetni, aztán akkor itthon vagyok, ha úgy gondoljátok. Nem, ő Szabit vett ki, csak miattatok, kedves hallgatók. Köszönjük ennyi. Szépen. Lackó Attila, a tortánál erre tessék gondolni. Meg a kérdésre adott válaszoknál, hogy helyesen legyenek. Darth Vader ízű tortát szeretnénk. Melyik részéből félve kérdezem? Mindegy, kókuszsír legyen az enyém, az a lényeg. Az enyém a fénykarda. Kókuszsír, fénykarda. Egy ilyen duál tortát lehetne csinálni, amik az egyik fele fehér csokival van lekemve, a másik fele écsokival, és akkor van dark side, meg light side. Ez jó hangzik. Persze, meg az egyik oldala egy X-wing, a másik oldala pedig bazd meg egy megint explicit. Egy birodalmi lépegető, persze. Lehet ezt fokozni. Sőt, az egyik oldala a halálcsillag, a másik oldala pedig a mondjad már. Babilon 5 űrállomás. Ezt nem hiszem el. Ez a hülye, ez mindig a Babilon 5-re fűz. Hagyjad már a francba a szarodat, Babilon 5. Hát ez már akkor rossz volt, mikor először megnézted. Hát ez... Egyre inkább finom. Finomodik. De mikor a cső végén kijön, akkor még mindig nagyon nem finom. Na, mi történt veletek az e-cigin kívül? Jó, négy iszapirkózó el. És tudom, hogy védett állat, de dögöljön meg az összes vakon. Mi védett állat? Igen. Nem csaptad nagyon lapáttal, csak átdobtad a szomszédhoz. Nem, épp azt, hogy nem tudtam nagyon csapni, de 74 darab vakontúrást lapátoltam el, úgyhogy az utcán 3 centivel magasabb lett a földkupac a bejárómon, mint kéne. Ilyen külkorszak között élsz, le kell bekomni. Már megint nem halljuk a Mujót.
Ja, azon gondolkoztam, amikor elkezdted, hogy 74, hogy mondod az arányokat, hogy 74, 26-ba vágtad a testét PG-VG arányban, de akkor ezek szerint ez kimaradt. Legyek már halk, ne szívas. Hát beszélj emberhez méltó hangerővel. Igen, ne csak ez a gyomorból jövő horrorfilmbe illő sustorgás legyen, mert a hallgatók nem örülnek neki. Tehát Tehát Bleki, ilyen hangon van. most már Londonból küldjél Mujónak ilyen vasálarcot, érted, ami ilyen hangszín változtató és erősítős. Tehát nem tudunk vele mit kezdeni. Építsünk neki egy erősítőt? Küldjek egy gége mikrofont, vagy mire? A Gége Nem. mikrofon az nagyon csúnya lenne neki, de mondjuk elképzelem, ahogy mint mondjuk a Counter-Strike-ba, így tudod, két ujjal így a torkához szorítja, mikor beszél. Zseniális lenne. De nem, szerintem rajta semmi nem segít, de mindig olyan büszkén mondja, hogyha valami performancia javulást vél felfedezni, és lehet, hogy van egy-két decibel javulás, de hát az halottnak a csók. Bár most Hát megint már beígért valamit. a harmadik eszköz, meg a harmadik fejes nyúzom már, tehát már nem tudok hova tuningolni. Még tudsz állítólag, mert beígérted. Igen, meglátjuk, mi lesz. De Azért Mujó, nálam sokáig eltartanak, tudod. ne fejest vegyél, agyast. Rákötni a rendszerre Mujó agyát, beszélni se kéne, csak a gondolatával Csak a sugározna az gondolat. adást. Mi meg helyeselnénk. Hullámoznának. Hullámoznának a biorezonanciáid, érted? És mindenki rászokna az elektronikus cigarettára. Majd Elektronikus. telepatikusan küldöm a szuggesziót. Miért volt az a harasztosi gyógyító érme? Mi meg kitalálnánk a mulyóféle átszoktató likvidet. Mit szoktál te szívni? Mit, csalánt vagy? Málnát. Nem, mindig valami különlegeset szív. Mindenfélét, levendulás csokit és ilyesmit. Szilvát. Igen, Székely Szilárd. Barlangfüves likvid, gyerekek. Na, az milyen jó. Várjál, most valamelyik agyhalott bizét akart, hogy ő valami jó erős teát lefőzne, vagy valamilyen mindenféle esszenciákat. Mi lenne, hogyha azt szívná? Ez valamelyik agyament csoportban ilyet olvastam épp talán ma vagy tegnap. Szóval azért az ember kifogyhatatlan tárházát nyújtja Van, a... akinek semmi nem Figyelj, elég. 10 millió légy nem tévedhető, csém. Próbálkozz a széklettel. Várjál, amit pár adással ezelőtt beszéltünk, tudod, ez a Nicorette spray, ez a 1 mg nikotin a szádba, hadd szóljon. Már valaki megkérdezte, hogy mi lenne, hogyha a mentes nikotinba olyas spriccelne, és akkor így csinálna nikotinost. Juh. Gratulálok Kurva, hozzá. kurva olcsó lenne a likvidje, azt gondolom. Egyrészt nem éri meg. Egyrészt nem éri meg, másrészt pedig, ahogy ezt már jó néhányszor kibeszéltük, sósavat tartalmaz. És ezt Szóval TH belélegezve miatt. belegondoltunk mi ebbe? Igen, a Hát tüdőhörgőcskéi nagyon élveznék a dolgot, várjál, talán Bleki, így. te is érintett vagy, mert valaki azt mondta, hogy azért kicsit James Bondos felütése lesz, vigyázzatok, Oké. a likvidet keverve, nem rázva, mondjuk James Bond pont fordítva szereti, rázva, nem keverve, hogy ha rázod, akkor belemegy a sok buborék, és szarrá oxidálja, és mert hogy Blacky is megmondta a videójában, hogy a csípősséget úgy kell megszüntetni, hogy az oxigént kiveszed belőle, tehát a buborékot kiveszed, tehát ne tegyél bele buborékot, mert attól lesz csípős, és oxidálódni fog a likvided. Valószínűleg összekevert, a fiatalember a Fogarasi Árpáddal. Igen, Ilyen pont ezt akartam Kocsiféle mondani. videóból. Én nem az oxigént vettem ki belőle, hanem a gázokat próbáltam kivákumozni. Ahogy Fifika is mondta több adással ezelőtt, igen, a nikotint oldószerrel oldják ki, és ha ez az oldószer visszamarad, akkor ez bizony csípős lesz. Ez alacsony légnyomáson eltávolítható vele, és akkor gázképződés történik, ezek azok a buborékok. Szó nincs oxigénről. Aj, Blacky, már megint a És szakmádat. tegyük hozzá, hogy mindezt, Blacky, te még emlékszel rá, hogy ezt mikor és milyen körülmények között csináltad azt a videót? Igen, emlékszem. Ez még a
spájzajtó előtt volt a nagy vörös Ezt mindig meg függönynél. akartam kérdezni. Hol? Tehát akkor spájzajtó. Igen, a egy kis, konyhámnak egy kis, volt egy... ilyen kis, hogy mondják ezt? Ilyen behind the scene. Tehát, hogy történt a felvétel. Én tudod, hogy képzeltelek el? Ami régen volt szélfogó, tudjátok, a fodrászatokban, ez a félköríves, baszott igen. Nagy, nehéz, bordó, posztó függöny. Na, én így képzeltelek el, hogy egy ilyenbe beülsz, és akkor addig, hogy senki nem nyírat hajat, de akkor ezek szerint otthon és a spájz előtt. Majdnem, igen, a spájzom elég húzatos volt, és a konyhába bevágott a húzat tulajdonképpen, mert réses volt az ajtó. És ezt úgy próbáltam megoldani, hogy egy ilyen szép, nagy, vastag, úgynevezett blackout függönnyel, ami állítólag nagyon jól blokkolja a húzatot, a fényt, meg a mindent. Blackout. Ezt tettem a spájz ajtó elé egy ízléses karnissal, és én ott ültem az ajtó előtt a földön, egy kis párnán, előttem egy konyha, hokedli, rajta a laptop tetején pedig a webkamera. Tehát így indult, vagy illetve így készítettem a legtöbb videómat. De mobillal indult a konyhapulton a fűszerek előtt. Igen, igen, arra is emlékszem, hogy visszatükröződött néha a modokban a fűszer üvegeknek a mintája, és úgy, még ki is kockázgattam, hogy meg bors megvan, piros paprika igen. Megvan. Igen, az ilyen szétszedős dolgok a konyhapulton történtek, a fűszerpolc előtt. Ha már volt konyhapult, akkor használjuk valami jóra is. Alapvetően. Ma már ezekre csak úgy emlékszünk, hogy egyes stúdió és kettes stúdió. Igen, várjál, most úgy emlékszünk, de hogy... Én nem erre gondoltam, hanem hogy én arra úgy emlékszem, hogy ezt valamikor észre meg a fecskés videót. Ezt most így hirtelen nem... Volt olyan videó, amit éjjel csináltam, az tény. Arra, ha már a stúdió elnevezésekre nem tartunk, hogy... bocsánat, hogy a Terminátor hangotba vágok, Fifika, egyes stúdió, kettes stúdió itt Pesten, és aztán hármas stúdió, négyes stúdió kint Angliában, a hármas stúdió fehér háttérrel, bőrfotellel alsógatyában, láb fölhúzva térdik, hogy azért mindenki lássa, megcsodálhassa Véder nagyúrnak a combizmát, és az a négyes stúdió volt a halálfejes, ám de nem vasalt zászló. Mert Judit nem volt hajlandó arra, hogy a te stúdiódba ő hozzáadott minőséget adjon. Úgyhogy négynél tartasz most. Fogjuk rá. Szerencséd van, Charlie, Amerikában néztem a... Azzal van szerencsém, hogy nem hallom, mit mond. Dócon jön a vihar. Igen. Mit kezdtél el mondani, Fifika? Mondom, szerencséd van, hogy Amerikába mész, és nem Angliába, különben már Judit leabálta volna a fejedet. Judit már valamit csinált volna a fejem mellett, megijedtem. Próbálj valamit, a pornót állítsd le, a letöltést, vagy valami, mert tényleg durván lagolsz. Mondjuk, amit mondasz, csak a lényegnél kezdesz el szaggatni mindent. Igen. Le kell állítani a pornót. Kikapcsolni a pornófilmet. Na, én addig elkezdem viszont az első témával, belevágunk rögtön a közepébe, és ahogy régen is csináltuk, haladjunk távolról hazafelé, mert ugye volt egy szomorú hír, amit természetesen ilyen blik vagy build, vagy nem is tudom milyen kaliberű külföldi újság meglibbentett, és ugye már a szalag címe is az, hogy nem jön be, mert Fifikára megy el a sávszélességem. Bazinagy sárga alapon fekete halálfej, és az első halálos baleset, amit az otthon kevert nikotinos likvid okozott. Már ez gyönyörű volt, és aztán hogy kell eladni ezeket a kattintásvadász cikkeket. Benne van ugye a halál, benne van a do it yourself, benne van a nikotin, jelen esetben, tehát ez a vaper kattintásnövelő, és van benne még gyerek is, ami sajnos jelen esetben egy másfél éves kisgyerek volt.
Eli James, EJ, aki itt ugye a cikkben, és utána beszélgettünk is erről a Facebookon pont Blackivel, ugye itt még úgy indul a dolog, hogy meghalt az Eliquid-től, megitta az Eliquid-et, meg a kupak nem volt gyerekbarát, a gyerek biztos ki, hogy akarja hívni, és utána jöttek a további cikkek, ahol azért már árnyalták kicsit a kérdést, de mind-mind felvetette a további értetlen pillantásokat, illetve a tovább gondolkozást, hogy most akkor hogy a picsába történhetett ez? És aztán csak kiderültek a dolgok, és a második linken, amit majd beteszünk, azért ugye már ott van konkrétan, hogy történt, mit történt, és mint egy idősáv, idővonal végig, hát nem percre pontosan, de le vannak írva az események, a cselekmények, hogy történt ez az egész, ki mit csinált, mire emlékszik, és hogy jutottunk el ennek a szomorú eseménynek az apropóján a legvégéig, hogy egy kisgyerek meghalt a nikotinos likvidtől, illetve ettől a otthon kevert nikotinos folyadéktól. Úgyhogy fejtsétek ki ti is, hogyha gondoljátok. Blacky, te olvastad a második cikket is, ha jól emlékszem. Igen. Úgyhogy ha van hozzáfűzni valótok, illetve valaki ki akarja fejteni bővebben, akkor nyugodtan. Hát van. Nem kevés. Hát én ugye tőle voltam legelőször ezt a szomorú történetet, és nekem mindjárt az volt a legelső reakció, hogy tudtam. Tehát én a 18-as nikotint, ha a nyelvemre cseppentem, én úgy csuklok tőle, mint az erős paprikától. 18 milli, itt meg ugye 100 milli, most nikotin beszélnek, sőt, hát ott valaki leírta, hogy ez 100%-os, ami ugye nem létezik, mert 99,99%, a 100 milligrammos az 10%-osnak számít, csak hogy így mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Tehát a 100 milligrammos nikotinról beszélünk, az hogy tudta egyáltalán meginni? Tehát nem értem komolyan. De ezen gondolkoztatok már? Tehát, hogy hát valószínűleg meghúzta, tehát igazándiból egy nagyon fiatal kisgyerekről van szó, és ugye a nikotint általában úgy szokás számolgatni, hogy mennyi milligramm a halálos adag testsúlyra viszonyítva. Tehát egy ilyen kis szervezet, ez azért eléggé gyengusz és picike, tud akkor átkortyolni nagy butaságában, hogy abból baj legyen. Biztos, igen, hogy nem ízlet neki, de könnyen bevisz akkora mennyiséget, ami már kellemetlen neki. A Bibra nevű intézet végezte ugye a nikotin bevizsgálását, vagy újravizsgálását, amikor az ECITA, vagy ECITA megkérte arra, hogy ugye az elektromos cigaretta kereskedelmi szövetség, hogy nézzék már meg, hogy ez a nikotin ez tényleg annyira mérgező, mint ahogy azt az 1800-as években állították, és nem 50 mg egy embernek a halálos dózis, hanem 50 mg per testkilogram. És tételezzük fel, hogy ez a másfél éves gyerek lehetett, vagy 5 kg. Ebben az esetben 250 mg-ról beszélhetünk, ami ugye 2,5 milliliter, tehát az egy nagyon-nagyon apró mennyiség. Feltételezem, hogy ez a gyerek ez magára ránthatta ezt a palackot, vagy csak belekortyolt egyet, lehet, hogy utána eldobta, a fene tudja, de hogyha azt hozzáveszik, hogy lehet, hogy a bőrére is jutott, amin keresztül a nikotin nagyon könnyen és hatékonyan fel tud szívódni, lásd nikotintapasz, simán elképzelhető, hogy ezt a nikotin mennyiséget be tudta vinni a szervezetébe. Lehet, hogy utána sírt és óbégatott, de ahogy én a szülőt elnéztem, vagy a szülőket, mert valamelyik cikknél vannak fotók, hát nem egy kifejezetten jó szituált, művelt orvosházas párról van szó. Első ránézésre ezek a sorozatokból és filmekből jól ismert trailerlakó rednekek jutnak eszembe róluk. Nem azért mondom, hogy
hogy most itt bármilyen társadalmi réteget leszóljak, de látszik rajtuk, hogy, hogy na. Na jó, van, nem feltétlenül. Nekem pont ez volt a benyomásom, én nem látom róla képeket, csak ebben a cikkben, ahogy már írják, hogy édesanyja figyázott rá Brenda Hotling, miközben biológiai anyja Elissa Hotling karácsonyi vásárlását intézte, és a lakásban lakott még időnként John Kinnard, és nagy volt a rendetlenség, mert éppen beköltözni készült az anya testvére Brenda Hotling, tehát nem kifejezetten tűnik rendezett családi körülményeknek ez az egész kócerály. De nem is az a lényeg, tehát ez mindenképpen egy iszonyú tragédia, csak ugye itt megint az elektromos cigarettára élezték ki a híreket, holott igazából, ha nem számoljuk, hogy ez egy nikotin likvidkeveréshez használt nikotin koncentrátum volt, akkor ez egy teljesen mezei háztartási vegyi baleset. Tehát bontatlanul otthagyni a gyerek keze ügyébe egy ilyen olmit egy háztartásban, ha ilyen körülmények között él ez a szegény gyerek, akkor igazából durván hangzik, de meg voltak számálva a napai, mert ha nem ebbe a nikotinba, akkor két hét múlva bármi másba szegény balesetet szenved. Ezek között a körülmények között. Pont ezt olvasom, hogy azt írják az egyik bekezdésben, hogy ez a folyékony nikotin ennek a kis testnek körülbelül fél teáskanálnyi volt a halálos dózis, és tulajdonképp, most csak próbálom latinról fordítani itt Wikin keresztül, ez a kardiak aritmia, ez azt jelenteni, szívritmuszavar, hogy ez körülbelül 100 beat per, vagy mi az Isten, a 100 százas pulzus szám, nem is pulzus szám, tehát a szívverése, ugye? Az pulzus szám. Az a pulzus szám. Az normálisan valahol 60 környékén van, és mikor túl magas, az ugye 100 fölött van. Hát gyakorlatilag egy ilyen kis mini szívinfarktust élt túl, és ezt mindenki, aki mondjuk, hát bocsánat, illetve nem élt túl sajnos. Élt meg. Igen, hogy amikor én például próbáltam a nikotinos tapasszal leszokni, és mindig az volt rajta, hogy nappal. És voltam olyan marha, hogy mikor éjszakásból mentem haza, fölragasztottam a nikotinos tapaszt, az puff, lefeküdtem aludni, és másfél óra múlva fölkeltem. Forgolódtam, és jött ez a... amit mondjuk egy felnőtt szervezet úgy érez, hogy én mondjuk sose kávéztam, de érzi ezt az erős, ezt a heves szívdobogást, mint mikor mondjuk egy jó erős kávét iszik, egy felnőtt szervezet. De ez a kicsi szervezetnek az az erős nikotin, abban a mennyiségben sajnos ezt dobta a gép, és nem bírta elviselni mondjuk a szíve, amit megállapítottak az orvosok. De egyébként, ha belegondolunk ebbe a fél teáskanálba, nem kell messzire menni, bemész a fürdőszobába, és egy fél teáskanálnyi domestos, egy fél teáskanálnyi hipó, egy fél teáskanálnyi akármilyen erős lúg vagy sav, amivel mondjuk lefolyót vagy WC-t tisztítasz. Tehát ez pont olyan, elől hagyta kupak nélkül, nyitott flakonnal egy alacsony asztalon, a gyerek meg milyen, fölmászik, megnézi, megszagolja, belenyal. Igen, erről nem a nikotin, tehát ez gondatlanság. Igen, tehát hogyha lehet, hogy 50 ugyanilyen megismétlődik mondjuk csak Amerikában egy évben sajnos, pont ilyen családi körülmények között, csak hát mondjuk a tisztítószert, ahogy leírtátok a képet, nehezen tudjuk elképzelni náluk, de akár az is előfordulhatna, és arra nem kapja föl senki a fejét, mert hát... basszus, hát épp takarított, és a gyerek meg ott sertepertélt. Ez meg ugye nem egy szokványos, szabványos vegyszer, mert hát tulajdonképp szigorúan veszik, nem is vegyszer, de mégis mérgező, és úgy kéne vele dolgozni. Csak hát igen. Ezt elfelejtik, tehát ez hajlamosak így. Az emberek elfelejteni, hogy amit szoktunk volt mondani, a medve nem játék. Attól függetlenül, hogy megtanultuk óvatosan kezelni. Ilyen balesetek is ez, történhetnek.
Ez hír, mert ez baromi ritkán történik, tehát ugye ez az első ilyen dokumentált eset, nem fognak arról cikkezni a sajtók, hogy megint valaki tisztítószeretivót volt és meghalt, mert évente százával halnak abban meg, úgyhogy az már nem hírérték. Ezzel most lehet hírvel is csinálni. Engem tudjátok, mi döbbentett meg igazából ebből? Hogy itt a cikk végén írják, hogy gyorsan Melyiken? A letekerek, Times Union vagy a a... Times Union-on, igen, hogy most, hogy a nyomozást lezárták, Eli családja azt tervezi, hogy bepereli a Heartland Vapes-t, aki ezt a nikotin koncentrátumot gyártotta. Hát hogy? Van, tudom, hogy Amerikáról beszélünk, ahol ha rosszul néznek rád, már beperled a másikat, és a többi. Tehát Ne rakjál macskát ez. a mikróba. Igen, Igen. igen. De hogy ezt hogy? Ezt mégis hogy? Én a Hát figyelj helyében ide. befognám. Mondja azt, Fifika. Szerintem ugye két vagy egy dolog valamiért esetleg perelhet, ha mondjuk nem gyerekzáros kupak volt De rajta. De kupak miután nem nélkül volt hagyták rajta az kupak, ajtón, vagy az de miután nem asztalon? volt rajta azt kupak. mondják ugye, hogy meg sem találták. Tehát ezt a rendőrbíró, hogy mondják, a rendőrtiszt mondta, azt mondja, hogy magát az üveget soha nem találták meg. És mi az Isten, a kupakja meg nem gyerekzáras volt. De hát most erre mit mondjak? Van valahol ilyen törvény, hogy egyébként vegyszereknek meg minden anyám kínjának gyerekzárasnak kell lenni? Nem, ahogy írják is, ezután hoztak valami határozatot, hogy minden ilyennek derekzárosnak kell lenni, úgyhogy igazából még ez sem volt. Mert praktikusan annak kéne lennie, de hogyha nem teszed rá a kupakot, leszeded a kupakot és elhagyod, akkor az ellen nem véd. Könyörgöm. Tehát én azon gondolkozom, hogy ezek miért nincsenek sitten még. Igen, egyetértek pontosan. Tehát amikor olvastam a cikkben, illetve mind a kettőben olvastam, és mind a két esetben elkapott egy pillanatra az ideg, hogy balesetként zárták le az ügyet. A büdös fenéket, ez egyértelműen Ez gondatlansággal elkövetett emberölés. gondatlanságból elkövetett emberölés, így van. Ebben abszolút egyetértünk. Egy-kettő. Ha valaki ilyen tömérségű mérőre dolgozik otthon, akkor az a, nem is tudom, tehát az alapvető biztonsági előírások közé tartozik, hogy az ilyen szereket mindig elzárva tartjuk. Tehát ha van gyerekzár, ha nincs, elzárva tartjuk. Tehát az oké, hogyha neked van egy likvid üzemed, ott az ilyen alapvető biztonsági dolgokat betartod, hogy külön, én például elzárva tartom az aromákat, külön szekrénybe elzárva van nikotin, százas nikotin, gyerekzáros egyébként, nyilván olyan helyről, olyan beszállítótól, olyan forgalmazótól vásárolunk, aki betart minden szabály. Tehát nem értem ezt az egész történetet, és mondjuk azt se értem azt az amerikai forgalmazót, aki mondjuk dye keverésre kiad olyan töménységű nikotint, amit egyébként mondjuk én csak gyártóknak adnék ki. Tehát én valahol azt a 36 mg-nál meghúznám a dye határt, mert ez a gyerek lehet, hogy a 36 mg-osból nyelt volna be 2,5 millit, akkor életben marad. Még Várjál. annak ellenére is, hogy abszolút hülye a szülő. Jó, csak mielőtt valaki a dájt összekeveri a halállal, ez a do it yourself-nek lenne a Igen, ez a, rövidítése. ez a, a saját felhasználás. Saját készítésre. Keverd magad, Igen, igen. keverd magad mozgalom. Keverd. Szóval a cikk konklúziója, hogy igen, egy ilyen picitesttel ezt tudja okozni, mondjuk egy fél teáskanálnyi, pont itt a közepe felé olvasom, ugye, ahol a szívritmus zavar, illetve a megemelkedett pulzusszám volt, és végül is szegény Eli görcsöt kapott, és abba halt bele. Azt szabadjon hozzátennem, mert megnéztem a Heartland Vapes-nak a weboldalát, hogy ezt a töménységet, a 100 mg-ot 1 literben, 1 gallonban és 55 gallonos kiszerelésben forgalmazzák. Az 1 literes üvegecske, 45 üvegecske, szerintem az egy konkrét nagy flakon, 45 dollárba kerül, és gyanítom, hogy ezt nem is veheti meg akárki. Nem tudom, hogy jutottak hozzá,
Annyit tudok még ezen kívül, hogy itt nálunk a szigeten, szóval itt az angoloknál 72 mg a forgalomba hozható legerősebb koncentrátum, amit egyébként közforgalomban meg lehet kapni, vagy webshopban meg lehet venni. Tehát ez bőven fölötte van. Továbbá, amit Fifika mondott ezzel kapcsolatban, hogy hogy nem lehet valakiben ennyi beláltás. Most elnézve azokat a képeket, amiket egyébként a kettes számú cikknél láttam, ahol egy kicsit részletesebben le van írva. Van egy emlékfal, amit a gyereknek csináltak, kézzel föl van írva, hogy szeretünk, hiányzol nekünk, és fölírták a születési dátumát is, illetve a halálának a dátumát a másik oldalra, viszont a születési dátumába belejavítottak, mert hirtelen nem emlékeztek. Tehát ilyen szintű intelligenciájú emberekről beszélünk, és ezeknek a kezébe volt hajlandó valaki adni 100 mg-os nikotint. Tehát itt ez a probléma. Ilyen igen, szintű emberek ez, szülők lehetnek. Hát ez sajnos, hogy mondjam nektek, bennem már más vonalon ez lecsapódott, hogy sajnos én is látok olyan gyerek sorsokat, amikor nincs ilyen veszély a közelben, és mégis megesik az ember szíve rajtuk, mert hiszen mi van, ha nem oda születik, hanem egy jobb körülménybe születik, akkor sokkal másabbul alakul az élete. Hát Ilájnak sajnos ez adatott, és ez nem kirívó példa sajnos. Itt nem kell a hülye amerikaiakkal jönni, mindenhol vannak hülyék, nálunk is vannak hülyék, tudjátok. Sőt, mi is hülyék, vagy én is hülye vagyok. És te még tekerni se tudsz? Neki, az se. Azt se. Ezt jól mondtad, azt se. Tudok. Mindennek van pozitív, meg negatív hozadéka szerintem. Sokat ártott szerintem, akár csak ez az egy baleset is, de föl tudja hívni a figyelmünket arra, hogy akármennyire veszélytelennek tűnik, és jövünk itt ezzel a sebezhetetlen, halhatatlan vagyok, nem, még ez egy ilyen veszélytelennek tűnő folyadék is meg tud embereket ölni. Mert hiszen nagyon durva méreg. Pláne ilyen mennyiségben és minőségben. És valóban, én se tudok rájönni, hogy a picsába lehet, hogy ilyenhez emberek hozzájuthatnak, és gondoljatok bele, hogy amikor itthon meg olyanokat olvasunk a Facebookon, hogy vicceskedve százas, és nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, de már leírni is hülyeség. Nem. 60-as, nem? Nem 60-ast szívtak? Nem, százast, és röhögnek, hogy könnyeznek tőle. Na, hát akkor most tegyük tisztába, ez a kisgyerek fél teás kanáltól meghalt. Ti lehet, hogy egy evőkanálnyitól halnátok meg, és nem csak lenyelve, hanem a bőrötökre jutva is. Így van. Tehát a növényvédőszer szerként használhatták a nikotint, illetve kiáztatták ugye a dohányt, addig nagyon sok baleset volt a csöpögő permetezők miatt. Nyilván ott nem kevesebb volt a halálos, de nagyon sok ember került egy időbe kórházba emiatt. Csöpög a permetező, hogy csöpögjön. Hát, nagy dolog. Az szépen felszívódott a bőrén keresztül, pedig azok egy cseppet nem nyeltek le belőle. Tanulság, ennyi. A nikotin nem játék, be kell tartani a biztonsági ajánlásokat, nem véletlenül vannak. A másik nagy tanulság meg, hogy a gyereked van, arra oda kell figyelni. Igen. Jó, és akkor kicsit zárjuk le ezt a szomorú blokkot, és evezzünk vidámabb vizekre, mert mi pörgünk itt jobbra-balra a nikotinon, és közben meg föl kellett magam kicsit update-elni, mert nekem az illatos útról mindig a kutyatelep jut az eszembe, de hát más is van az illatos úton. Úristen! Illetve hát régen volt ott egy vegyi művek, és senki nem tudja, vagy nincs vele tisztában, ez körülbelül úgy kell elképzelni ezt a ami egy pár éve Csepelen volt belőle botrány, hogy ott is szivárog a vegyszer. Itt 2000
tonna veszélyes hulladék bizonyítottan mérgezi a talajt, vizet, levegőt. Szétrohadt hordók, kiborult, kifolyt mérgek. Itt vagytok? Nagyon durva. Itt. Ja, itt csak nagyon csönd. Nagyon durva, most ez az a telep, ahova itt legálisan nem engednek be konkrétan senkit. Tehát ez a abszolút struc politika, de azt nem tudom, hogy azok az önkormányzati képviselők, nem akarok politizálni, de ők hogy hagyják áramra a fejüket úgy, hogy tudják, hogy mellettük 2-3-4 kilométerre kétezer tonna vegyszer szivárog folyamatosan a földbe, a vízbázisba. És nem csak szivárog. Az írják, hogy ez volt az a vegyi üzem, ahol 1992-ben az a nagy vegyi robbanás történt, mert hogy itt ugye össze van haigálva egy csomó veszélyes hulladék, a fele gyúlékony, a másik fele fokozottan tűzveszélyes, de nagyjából mindegyik rendkívül mérgező, és ezek itt egymással keveredve, kicsit melegedve, bármikor berobbanhatnak. És a 92-es nagy robbanás után azt a remek ötletet találták ki, hogy nyáron, amikor meleg van, ezeket a hordókat folyamatosan locsolják. Szétrohadó fémhordókról beszélünk, meg szétpukkanó műanyag hordókról, úgyhogy lehet, hogy megoldják ezzel azt, hogy ne gyulladjon ki, ne emelkedjen egy olyan mérsékletre, hogy újabb robbanás következzen be, viszont folyamatosan mossák bele a talajba ezáltal az irgalmatlan mennyiségű mérgező vegyi hulladékot. Hihetetlen. És ezt a vár kvázi a város közepén. És belegondoltok, nem tudjátok, hogy hol készült, görgettek lefele a képekkel, és mint egy posztapokaliptikus filmben, ha járnátok, a rohadó korlát, menyezetek átszakadva, mindenről csöpög, ki van rá csapódva ez a sárga méreg. Egy az egyben Csernobyl jut eszembe. Zseniális. Totális. Méregszekrény, néztétek? Igen. Az egyik ajtó letépve, a másik neki támasztva, és benne vannak még a flakonok. Döntve, jobbra-balra, hát mindegyik polc tele van. Embermagasságú két ajtós szekrény tele méreggel, de hát ez a legkisebb. Hát igen, az udvaron ott vannak a szétmáló hordók. Ugye, ja, a legdurvább az a kommentekben van, azt ajánlom, hogy nézzétek végig. Holnap alkoholmentes nap lesz. Ott valaki beírta, hogy ez Photoshop az egész, és csak azért van, mert meg akarják buktatni a kormányt. Nekem az a komment sokkal jobban tetszik, hogy szállítsuk ezeket az alacsúti stadionba. De hogy mondta Charlie a politikusokat, hogy hajtják álomra a fejüket. A cikk az arról is szól, hogy aki ott felügyeli ezt a területet, az nyilatkozott, és mondja, hogy minden választási időszakban jönnek ide a politikusok, és megnézik, hogy de szörnyű a helyzet. Gondolom azért úgy utána hazamennek és verik a mellüket, hogy meglátogattuk a vegyi üzemet is, és kipipálják, hogy ez is megtörtént, és ennek ellenére az 1990-es évek vége óta nem történik semmi. Ez így. Oda mennek, parádéznak, és aztán hazamennek, és vége. Kommentelőnek a legnagyobb problémája az, hogy a rohadt szarházi bulvár cikkíró ebben az esetben azt írt, hogy ez Budapest közepén van. Pedig nem is. Igen. Hihetetlen. Nem, mindegy. Ez a környéken lakókon rendkívüli módon segít. Ez meg abszolút nem bulvár, ez tényfeltáró cikk, legalább az alapfogalmakkal legyen tisztában a kedves kommentelő. Közben megvág ki az akácfákat, mert tájidegen. Egyébként láttam én itt rengeteg klórbenzolt, diklórbenzolt, most gyorsan rákerestem, hogyha valamikor azt halljátok, hogy egész Pesterzsébet elaludt, és ezért későn ért munkába, na az ezért van. A klórbenzol gőze belélegezve altató hatású, kevésbé mérgező, mint a benzol. Ennek örüljünk. Kár, hogy nincs ilyen ajvé, meg ilyen hullámzó effekt. Keresem a diklórbenzolt, mert van itt ortodiklórbenzol. De itt még az is rajta van, hogy ez iszap, Charlie, ez nem olyan veszélyes. Persze, ez abszolút nem, sőt. Ezeket a hordókat locsolják vízzel, ugye? Na hát. Igen.
Na akkor nem veszélyes, persze. Ez abszolút jó, figyeljetek. Égéskor mérgező, hát ezzel már nem akadunk fenn. Vízben kismértékben oldódik, maróhatású, hidrogénklorid keletkezik például, alumíniummal és oxidálószerekkel reakcióba lép, megtámadja a műanyagot és a gumit. Ez abszolút minden, ami a talajig van, az simán megold. Irritálja, izgatja a szemet, bőrt és légzőrendszert. Hatása lehet a központi idegrendszerre, májra, vesére, vérre. Ez simán el tudnám képzelni akkor, hogyha csak a májra és a vesére, akkor simán rákkeltő. A benzon származékok jelentős többsége egyébként rákkeltő. Első kézből vagyok érintett, úgyhogy tudom. Már nem azért, mert fogyasztottam benzolt nem vagy akarok F-félét. Gondoskodni, a tudati szint csökkenését okozhatja. Mennyit szívtál ma? Nem erről van szó. Megkeverjük egy kis málnával és megnézzük. Nem, az a helyzet, hogy 1992 és 96 között engem akut mieloid leukémiával kezeltek. És mint ilyen kapcsolatba kerültem ugye a többféle tudományos dologgal, és voltak orvosok, akikkel sikerült beszélnem ezekkel a kapcsolatban. Természetesen az ember tudni akarja, hogy mitől keletkezett az ő betegsége, főleg egy ilyen onkológiai osztályon, ahol ezt látja maga körül. És bizony a benzol származékok ott is felmerültek, és erre is kitértünk, hogy vajon az élőhelyem környékén volt-e bármilyen vegyi üzem, vagy efféle, nyilván nem, de emlékszem arra, hogy bizony a benzol származékok rákkeltőek, úgyhogy az, ami ott van, az valami gyalázat. Ennek nagyon csúnyán meg fogjuk inni a levét, hogyha valaki nem lép. Hát itt a szakértők is azt mondják, hogy itt nem az, hogy gondolkodni kéne, azonnal csinálni kell valamit, mert ez már túlment azon a határon, amikor lamentálni kell. De hogy miért? Bocsánat, hogy közben laktam. Csepelnél is ez volt a gond, hogy az egy dolog, hogy megbecsülöd, hogy az a mennyiség, ami ott a szabadban van, meg hordókban, meg az anyám kínjában, azt valahova elviszed, és egy, azzal mit csinálsz, hogy semmisíted meg, illetve az a mennyiségű föld, ami ott van átitatva ezzel a sok szarral, azt onnan ki kell termelni, kisbarátom, és az is ugyanúgy veszélyes hulladék. Na, az hova rakod a fejlődő? A helyreállítás írdatlan pénz, és inkább hagyják lerohadni ezeket a helyeket, mint viszont hogy kurva jó gördeszkapark lehetne belőle, egy hatalmas nagy gödör. De hogy miért is kevertem a mai műsorba bele ezt a cikket? Azért, mert hogy engem megütött a kontraszt abban, hogy a kedves hatóságok olyannyira aggódnak mi ex-dohányos gőzlérek egészségéért, hogy a kis piszlicsári nikotin tűzzel, vassal üldözik és vegzálják a kereskedőket, ennyire aggódnak a mi egészségünkért, és menet közben ott van az illatos úton 2000 tonna életveszélyes vegyi hulladék, és le se szarják. Nem lenne jobb dolguk? De bocsánat, most olvasom csak a második cikkedet. Nekem az a Simon Gergely volt az első főbérlőm, aki ott a Greenpeace vegyész szakértőjeként, meg egyébként az Ozone Networkön is néha látható. Úgyhogy simán elhiszem azt a sietve futást, amit ott írt. Tehát ez a nagyon gyorsan menjünk innen, mert ez itt nagyon-nagyon durva. Ez a durva, gyerekek, nem a mi hármas nikotinos málnánk. Fú, az meg kirepedve az oldala, a zagy szétfolyva. Csodálatos. Én azt csodálom, hogy az illatos út környékén élő emberek még nem mentek oda fölgyújtani az önkormányzatot. Nem, ez egészen elképesztő. Persze nem ötleteket szeretnék. Képzeld el, hogyha bekerül a vízrendszerbe, vagy bárhova, és gyanútlanul iszod, fürdesz, kened. De fifika, ez már túl van a belérek, ha bekerül dolgom, már régesség túl vagyunk, ezt évek óta mossa bele az eső, meg a nyári locsolás a talajba. A neve is tetszik neki. Foszfor oxigén, vagy oxiklorid. Ez szerintem nem a kanalas, meg a köptető kategória. Ebb ja, itt van, mérgező anyag levegővel érintkezve, a levegő nedvesség tartalmával reagál,
maró mérgező sósav gáz, valamint foszforsav. Mindegyik tök baráti. Benzotrifluorid. Izopropanol. Dinitrobenzosav. Benzot, ó, bazzeg. Na jó. Hát és ezek azok, amiket ott kutyafuttában be tudtak igen. azonosítani, mert hogy rengeteg azonosítva sincsen mindenféle jelölés nélkül hordóban ott. Tehát még ezzel az erővel még akár fél sem. Egyrészt, másrészt, meg ha megnézed, rengeteg a púpos hordó. Tehát itt tudod, ilyen robbanás előtti hát vagy a púpos, állapok. Vagy ami meg már kiszakadt. Vagy a szétdurrant, igen. Vagy a szétdurrant. Én ezt elvinném egy rohadt nagy szigetre. Nem tudtok egyet? Anglia. Ja, zsír! Jó, de próbáld meg az a London környékére letelepíteni, hát majd, mert én majd, a másik felén vagyok. Majd te eltranszportálod a halálcsillagra. Hát ennyi. Tatooine, ezt akartam mondani, a torta egyik fele. Tatooine, másik oldal a halálcsillag. Zsír. Csak eszembe jut így 40 perc múlva. Jó, csak. Na, de hogyha, a gondolatok. Hogyha már itt vagyunk, akkor a sok negatívkodás után történt tegnap egy megkeresés, köszönjük szépen Oszi, a Vape 49, Vape 74, kettő. Vagy Vape 42, mindenki döntse el, webáruháztól gyorsban telefonált, hogy lenne egy rögtönzött rádió interjú, és mivel mi félős kutyák vagyunk, ezért Pivko Krisztián alias Mujó vette kezébe az irányítást, és... Megint engem lőktetek oda. Ah, igen, igen. Hát, mint az egyesület szóvivője, ne vicceljen. Szóval készült veled egy interjú, amit ma reggel leadtak, én ezt rögzítettem. Milyen rádió volt ez? Antrit? Antrit rádió Kaposvárról, igen. Kaposvár. Miért Pécs volt bennem? Nem tudom. Mindegy. Kaposvár. Oszi dezinformált Pécsre, de igazából Pécset is fogni, de Kaposvár is követnénk. Aha. Szóval hallgassuk meg most akkor ezt a pár perces interjút, és akkor utána visszajövünk. Addig csinálok szörpöt. Zsír. Én egyébként így csináltam. És mindenféle segítség nélkül? Nem segített senki, és semmi. Egyik nap úgy döntöttem, hogy nem gyújtok rá többet, és ennek most már húha, hát vagy négy éve. Hát gratulálok neked. Köszi. Minden esetre a mai ötlet órán kérdése a következő. Jó ötlet az elektromos cigaretta. Megkérdeztük Pivko Krisztiánt, elektromos cigaretta fogyasztót, a Villanypára Egyesület szóvívőjét, hogy szerinte jó ötlete. Két oldalról közelíteném meg a kérdést. Egyrészt, mint találmány az elektromos cigaretta szerintem minden túlzás nélkül az évszázad legjobb ötlete. Olyan eszközről van szó, ami potenciálisan emberi életet millióit képes megmenteni. Olyan embereket, akiknek más lehetősége igazából nem maradt a dohányzás közismerten brutális egészségkárosító hatásaitól megszabadulni. A másik, mint egyéni ötlet, hogy az ember elektromos cigarettázzon-e, belekezdjen-e, kipróbálja-e. Én igazából csak javasolni tudom minden dohányos számára, teljesen függetlenül attól, hogy tervezi-e a leszokást vagy sem. Én közel 20 éven keresztül dohányoztam, és a legvégén már napi 4 doboz cigarettát szívtam, ami egy rettenetes dolog, hogyha belegondolunk. És a problémám az nekem az volt, hogy túl szerettem magának a füstölésnek az élményét, hogy lemondjak róla, hiába volt teljesen nyilvánvaló, hogy mennyire káros az a szervezetem számára, amit csinálok. Párom kezdett el először elektromos cigarettázni, és ő bolondított meg engem is. Nem nagyon hittem benne eleinte, de a kipróbálását követően néhány nap alatt minimálisra sikerült csökkentenem a napi fogyasztásomat, és miután az utolsó dobozzal is elfogyott, már eszem ágában sem volt új doboz cigarettát venni. Úgyhogy idén lesz 4 éve, hogy elektromos cigaretta használó vagyok, és nem dohányzom. Összefoglalva, egy nagyon-nagyon jó ötletnek tartom minden szempontból a dolgot, és hogyha valaki dohányzik, és érdekli a saját egészsége, akkor itt javaslom neki, hogy ismerkedjen meg ezzel a drasztikusan kevésbé egészségkárosító új alternatívával. Aki például utána akar olvasni, az legegyszerűbben a Fogyasztói Egyesület honlapján, a vaper.hu-n, a Villanypára Egyesület honlapján teheti ezt meg. Érdekes dolgokat mond Krisztián, tehát nem dohányzik, de az elektromos cigarettát viszont szívja. Már 4 éve viszont nem károsítja ezek szerint a szervezetét, tehát nem tudom, ő jó ötletnek tartja. Megkérdeztük nagyné Szalai Melinda népi gyógyászt, hogy arról az oldalról ő vajon hogyan közelíti meg ezt a kérdést, hogy jó ötlet az elektromos cigaretta.
Az elektromos cigarettáról az a véleményem, hogy részben egy nagyon jó alternatíva, másrészt pedig egy öntecsapási módszer. Azért jó alternatíva, mert aki szeretne leszokni a cigiről, egy folyamatot elindít önmagában, és így készíti önmagát belsőleg is, hogy változtatni szeretne az adott dolgon, viszont ugye maga a rituálé neki hiányzik, tehát szereti a füstöt, szereti azt, hogy a szájához emeli a cigarettát, és társadalmi eseményként is felfogja akkor, amikor szünete van, és ki tud menni a kollégáival, elszívni a cigarettát, tehát neki ezek a rituálék úgymond hiányoznak, és úgymond az elektromos cigaretta mégiscsak ugye pótolja mindezeket a dolgokat, a rituálékat, de mégsem víz be ugye annyi nikotint. Másrészt pedig nem tartom a legoptimálisabbnak, mert ugye egy önbecsapás, tehát ami azt jelenti, hogy ugyanúgy, mintha cigarettázna a szájához veszi az elektromos cigit is, de ezáltal még nem biztos, hogy le is fog szokni a cigarettáról. Tehát ez mind olyan fejben dől el, tehát hogy egyáltalán akar-e ettől megszabadulni, vagy sem, mert hogyha szeretne és akarna, akkor sajnos ez még nem elegendő ahhoz, hogy lerakja a cigarettát. Ez egy folyamatot indít be. Nekem az a tapasztalatom a praxisom alatt többször megkeresztek ilyesmi kérdéssel is, hogy lehet leszokni a cigarettáról, vagy van-e más alternatíva módszere, mert akupunktúra, akupresszúra, masszázs, hipnózis, vagy bármi más, amivel lehet hatni. Egyetlen egy módszert szoktam erre mondani, ehhez nem kell semmilyen fajta terapeuta sem, egyszerűen le kell rakni a cigarettát. Igen, ez a legnehezebb benne, de sajnos csak ez vezet egyik napról a másik napra eredményre, úgyhogy egy út ez is, de hát ez elektromos cigaretta, de én azt tanácsolom, hogy ha már fejben ez megszületett, ez a gondolat, akkor a tett is kövesse, tehát akkor inkább rakja le a cigarettát, és nem az, hogy fokozatosság, hanem igenis egyik napról a másikra. Melindának is köszönjük szépen, hogy bár azért itt hozzátartozik a dologhoz, hogy nagyon sok dohányos fejében nem feltétlen a nikotin az, ami dominál, hanem maga a mozdulat. És ezeket az elektromos cigarettákat, ha jól tudom, akkor szórakozó helyeken is lehet szívni. Tehát nincs füstje. Hát mármint, hogy van valami, ami kijön belőle. De igazából, hogyha pedig az hiányzik a mozdulat, akkor arról meg majd hogy szoksz le folyamatosan, vagy így elhagyod, vagy nem tudom, ezt nem értem ezt az oldalt. De ön mit gondol? Jó alternatíva lehet az elektromos cigaretta, vagy hogyha le akarunk szokni a dohányzásra, akkor szokjunk le úgy, hogy abba hagyjuk, és kész, punktum. Na, érdekes volt. Voltak bennem, vagy vannak olyan fura dolgok, amik megütötték a fülemet. Engedelmetekkel felsorolnék párat. Először volt ami leginkább, nem, sajnos nem jegyeztem meg a hölgy nevét, aki egyébként, mi volt, Krisztián? Természetgyógyász, vagy? Népi gyógyász, én is az vagyok egyébként. A nép egyszerű gyógyászát hallottuk. Igen. Aki konzekvensen cigarettának szólította a cigarettát. Cigiri cigaretta. A másik, amit nem tudtam hova tenni, mikor azt mondta, hogy önbecsapás. Én nem csapom be magam. Hiszen, és ráfűznék a következőre, azt mondja, hogy nem biztos, hogy le is szokik a cigarettáról. De egészen biztos, hogy leszokok a cigarettáról. Évek óta nem gyújtottam cigarettára. Az a baj, hogy ez a népi gyógyász, illetve a rádiós műsorvezető kollégák is totálisan félreértelmezték az egészet. Ők még mindig abban vannak, mint az emberek többsége. Elektromos cigaretta egyenlőségjel leszokás. Lótúrót. Meg elektromos cigaretta egyenlő cigaretta egészségesebb formában, mert ugye emlékeztek, meg hallottátok is, mindig ezért, hogy füst. Azt mondja, mégse egészségesebb, mert mégse visz be annyi nikotint. Nem erre kellett volna a egészséggyógyász, természetgyógyász, közgyógyász, népgyógyász, mit tudom én már mi volt a neve, hanem mégse visz be a szervezetébe égett papírt, kátrányt, tehénhugyot, és akkor elkezdeni sorolni folyamatosan, igen. És a végén nikotint. Azt bevisz, csak hogy attól nem kap rákot, nem döglik bele. Ha csak nem iszta meg, ahogy az elején volt ugye a adásnak sajnos.
És egy zseniális módszer, tehát ezt mindenkinek merem ajánlani. Aki nem bírja lerakni a cigarettát, próbálja meg, nagyon egyszerű a módszer, le kell rakni egyik napról a másikra. Megvan, alfája és omegája a leszokásnak. Hogy én erre nem gondoltam. Ez a kvinteszenciája. Nem szívod a cigarettát, ennyi. Egy mondat. Úgyhogy ezen kívül volt még valami az adásban? Mújó, ne haragudj. Már hogyha visszajöttél a szörpöddel. Szörpöt csinál még. Ezt nem hiszem el. Ja, hát biztos az a menő szódaautomata még mindig menő csak... Menő szódaautomata. Ja. Mi van? Azt mondja, mi van? Eltelt negyed óra, semmi. Se kész a szörpöt. Persze. Milyen szörpöt iszol? Vérgrapefruit. Ja, azt hittem vérmálna. Tehát volt, ami kimaradt a nyilatkozatodból, hogy így fogalmazzunk? Jó, már visszatértünk. Úgyhogy hamar végeztünk. Igen. Hát hosszabb volt ez. Elmentél szörpöt csinálni, és időközben vége lett az interjúnak, úgyhogy légy szíves, most mondd el, hogy mi az, ami nem maradt benne. Azt hittem, hogy az egészet lenyomjátok, nem csak engem. Akkor azért nem lettem neki a hamar vége. Kivágták belőle azt a részt, amiben a kedves hallgatóknak próbáltam egy kis vonalvezetést adni a média híreinek a megszűrésére, tehát beszéltem arról, hogy a sajtóban általában csak a hisztériakeltő és rémhírkeltő szalagcímekkel lehet találkozni, és hogyha valaki egy kicsit is utána néz ezeknek a dolgoknak, akkor rendre kiderül az összes ilyen cikkről, hogy vagy teljesen légből kapott baromságokról van szó, jó étvágyat, bárki is vagy. Csokit? Hát ez a fifika lesz. Ó, bocsánat, csak a horrákliszt szeletemet bontottam ki. Igen, mondja tovább. Ez egy product placement. Ezt is megéltük. Szóval, hogy vagy teljesen alaptalanok ezek a megalapozatlanok ezek a cikkek, vagy pedig féligasságokból, kontextusából kiragadott dolgokról van szó, amik meg úgy nem állják meg a helyüket önmagukban. Ezt a részt vágták ki sajnos belőle, és hagyták meg inkább a személyesebb oldalát. Ez történt. Jaj. Mindegy, amit leszűrtem belőle, javítsatok ki, ha nem így látjátok, hogy a pici tudatlanság ellenére a két műsorvezető egész pozitívan állt hozzá. Igen. Igen, úgy tűnt. Most akkor a népi gyógyászos részt le se nyomtad? De lenyomtam, csak ilyen lassan csináltad a szörpödet. Ennyire lassan csináltam. Ahogy a felkérés biztos az úgy szólt, ugye, hogy... Igen. Hogy pro és kontra is legyen valakinek hozzászólása a témához, és a kontra lett volna a népi gyógyász, és én visszahallgatva az ő részét nagyon meglepődtem rajta, hogy alapvetően ő is pozitívan állt hozzá, a hozzá nem értésből adódólag egy kicsit másképp közelíti meg a kérdést, de alapvetően nem volt negatív. Tehát én azt vártam, hogy a szokásos nem tudunk róla eleget, a nikotin halálos, és ezért a szokásos bullshit-tel fogunk találkozni, de nem, hát úgy üti föl, hogy alapvetően egy jó ötlet. Bár ő szerinte ugye önállítás. És ha úgy indulsz ki az egészből, hogy 100% abstinencia vagy nem, akkor valóban ez nem egy leszokás, de hát mi tudjuk, létezik az elektromos cigarettázás, mint olyan, ami egy remek hobbi. Tehát ezt az aspektusát nem ismeri valószínűleg a népi gyógyász hölgy a dolognak. Ami nem csoda, mert de... mindenhol az van, hogy ezzel akarnak az emberek leszokni. Egy büdös francot. Az a baj, hogy még mindig nem ragadt meg az, hogy ez nem egy leszokást segítő eszköz, hanem egy alternatíva. Igen. Az egy dolog, hogy elhagyod a hagyományos cigarettát, és megszabadítod magad azoktól az egészségkárosító hatásoktól, amikkel egyébként a dohányfüst belélegzése jár. De te ugyanúgy élvezed utána tovább a nikotinfogyasztást is, pont. Tehát az a baj, hogy ez nem jött át, mert persze mindenhol ezt az aspektusát próbálják támadni, hogy nem segít a leszokásban, nem segít a leszokásban, mert ugyanúgy függő maradsz. Nem a nikotin itt a baj, hanem a füst. Igen, ahogy a férfi műsorvezető is mondta, hogy milyen érdekes, hogy én azt mondom, hogy nem dohányzom, pedig elektromos cigarettázom. Hát persze, hogy nem dohányzom. Cigaretta nem érte a számot, időtlen idők óta nem dohányzom.
Na, de igen, amit te is mondtál, hogy erről nem tudtam sajnos beszélni, mert hogy olyan struktúrában került összerakásra a műsor, hogy előző nap elmondtuk a kis mondani valónkat, és ezt felvételről aztán bejátszották, tehát itt párbeszéd, reflektálási lehetőség nem volt, pedig hát nyilván, ha lett volna, akkor gyorsan el tudtam volna mondani ezeket is, de így is összességében egy egészen pozitív hangvételű kis összenetett belőle. Tudod, mi lenne jó? Mostanában rákattantam, és ne értsétek félre, nem a balóra, hanem a beszélgetés balóval esténként. És tehát rákattantál a balóra, értjük. Igen, éreztem, hogy rá fogsz fűzni. De hogy a baló finoman, mondd már, hogy mondják ezt. Csika, megint csokit reklámoz. Igen, horálki? Még mindig? Horálki, igen. Hú, az nagyon finom. Én is szeretnék egy horálkit. Tehát, hogy mondják ezt, mikor szabályozza a beszélgetést? Moderátorként szerepel, és akkor van ott pro meg kontra ember, és válaszol, a másik reflektál, arra valamelyik reflektál, oda-vissza, oda-vissza, és egy tök értelmes 20-30 perces beszélgetés. Nem kell, hogy a végén bárkinek is igazsága legyen, de az ilyen lenne tök jó, hogyha egy ilyen lehetne. Mondjuk nem pont a balóval. De erre még váratunk egy darabig szerintem. Ja. De nyugodjunk meg, hogy nem csak nálunk vannak egyébként, illetve nem csak Amerikában vannak hülyék, Norvégia is termeli magából az idiótákat. Hát ez valami elképesztő. Jól emlékszem, hogy ez az a cikk, amit Blackie lefordított? Nem. Szerintem az egy másik volt, igen. Nem jól emlékszem. Tele van a szád a horálkival, légy szíves. Hát ezek itt esznek, én mindjárt ilyen halok. Mindjárt iszok rá egy kis szörpöt. Ez egy másik. Küldött át. Fénypost, küld fénypost. Az egyik zörög, a másik szörcsög, mások egy kis Vader hang hiányzik. Na nyomjál be! Ezt kérted, megkaptad. Ennyi. Tökéletes a kakofónia. Szóval ez egy másik cikk, ez a napokban jött elő a Norvég Egészségügyi Minisztérium megvizsgálásából készített egy felmérés a nikotin tartalmáról. Minél hangosabb? Hát annál, aminél hangosabban most kéne, hogy beszéljél, és még az is kevés lesz. Pont ugyanaz a setup, mint a múltkor. Én ezt nem értem, basszus, kifogoltam. Úgy, hogy a fejed van messzebb a mikrofontól. Én értem. Hát nincsen, itt van az orromban. Most jó. Most jó. Soha nem fogom. Na most megint megmozgattam, most jó. Igen, most jobb, úgy mondom. Meg sem moccanok akkor. Szóval egy olyan kutatást végeztek, ami azt vizsgálta, hogy milyen nikotin tartalma van az elektronos cigaretta gőzének, és hát állítottak ott mindenféle vad dolgokat. Ugye én azért nem vagyok tudományosan képzett ember, de már pont elég ilyen tanulmánnyal és kísérlet leírással volt szerencsém találkozni az, hogy egyből ordítottak az elképesztő hiányosságot, hogy így mondanak állításokat, hogy a gőzében pont ugyanannyi a nikotin, mint a cigaretta füstben. És hogy így mi volt a módszertan? Csak úgy nyomták a gombot az elektromos cigin, és így ömlött kifele? Vagy ezt valaki beszívta és kifújta? Mert baromira nem mindegy, hogy ezt megszűrje egy tüdő. Milyen erőségű. Várjál, én nem ezzel a cikkel kapcsolatban olvastam, de lehet, hogy mégis, hogy 2 másodperces slukkok, 7 nem. Másodperces kifújás. Nem, az egy másik. Az egy másik. Azok német tudósok voltak, és ők korrekten megvizsgálták, farszalinosszal meg is veregették egymás vállát. Ebben a tanulmányban abszolút marhasságokat állítanak, de Norvégiáról beszélünk, ahol eleve tiltva van. Ott valami van a háttérben, még nem tudjuk, vagy én legalábbis nem tudom, hogy micsoda, de itt olyanokat mondanak a norvég tanulmányban, hogy a környezetben a nikotin szint, tehát a levegőben elektromos cigaretta használat után hasonlóan magas
nikotin koncentrációt eredményez, mint a passzív dohányzás esetén, amiről tudjuk, hogy hülyeség. Abszolút. Hát, és akkor mi van? Tehát magas a nikotin szint, igen. De nincs benne még 400 féle rákkeltő anyag. Hm? Ez farcalinoz doki fogta meg jól, én már vártam, hogy mikor röppen rá, és ma meg is jött a válasza erre egyébként. Úgyhogy farcalinoz doki összefoglalta, hogy miről is van szó. Alapvetően, igen, hosszan ecseteli, hogy mi a baj vele, de kiemelt egy fontos részt, hogy na most csípőből fogok fordítani. Ahogy ti is mondtátok, a környezetben jelentkező nikotin szint ugyanolyan magasságot nikotin szintet eredményez a vérben, mint a passzív dohányzást elszenvedőknél. Ez azt jelenti, hogy hasonlóan káros nikotinnal kapcsolatos hatásokat tapasztalhatnak magukon a passzív vépelésnek kitett emberek. Ez nem jelenti azt, hogy a passzív vépelésnek kitett emberek száma, nem jelenti azt, hogy a passzív vépelésnek rákeltő hatásai lennének, de hogy a passzív vépelés a keringési rendszerre hasonló stimuláló hatással lehet, mint a passzív dohányzás, és hozzájárulhat a függőség kialakulásához. Na, ezt egy kicsit döcögbe olvastam fel, hogy hirtelen, na, erre azt mondja Farsalinus Doki, ebből egyetlen szó sem igaz. Igen. Először is. A környezetben mérhető nikotin szintre nem lehet azt mondani, na, a környezetben mérhető nikotin szint legalább 10-szer magasabb dohányzás esetén, mint az elektromos cigaretta használata esetén. Másrésztről pedig a passzív vépelés elektromos cigarettának, össze-vissza beszélek. Igen, a passzív vépelés nem okoz hasonlóan magas nikotin szintet az ember vérében, mint a passzív dohányzás, de hasonló jellegű minimális, tehát ilyen nyomokban felfedezhető nikotint lehet a vérben találni. És akkor itt emleget egy spanyol csoportot szintén, akik a nyálat mérték, és a passzív vépelés esetén 1200-szor kevesebb nikotint találtak a szobában levők nyálában, passzív elszenvedők idézőjelben nyálában, mint az aktív dohányosok szájából vett nyál mintában. Mi van itt még? Ő úgy gondolja, hogy a passzív vépelésnek kitett emberek esetén nem csak, hogy veszélytelen mennyiségű nikotin kerül a szervezetbe, hanem abszolút nem lehet semmiféle biológiai hatása, hiszen annyira alacsony mennyiségű nikotin kerül a szervezetükben, és még akkor is kitart emellett, hogyha a legszigorúbb kritériumokat veszi alapul. Igen. Körülményeket veszik, igen. De hát valami bődületesen nagyot lódítottak ezek a szerencsétlen norvégok, de hál' Istennek itt van nekünk Damoklész kardjaként a fejük fölött Farsalinus Doki, aki nem rest és pillanatok alatt ízekre szedi, szétszincálja őket, mint Floki a lábtörlőt. De hát ez az egész norvég cikk arra volt jó, hogy megint egy kicsit felmelegítsék, mert az erről szóló beszámolóban természetesen megint előhúzták a Fukushita professzoros formaldehides vonalat is. Jaj. Amiről már aztán a ma született gyerekek is tudják, hogy alaptalan volt. De hát igen, ez inkább az amerikai cikkhez kapcsolódik, nem csak ott vannak hülyék, hanem Norvégiában is ütött belőle néhány. De ahogy Blacky mondta, megvannak a sajátságos norvég körülmények, úgyhogy kíváncsian várjuk, amikor előbukkan, vagy előállnak a farbával, hogy mégis mi a bajuk nekik igazából. Na igen. Ezzel kapcsolatban viszont pont akkor ez volt az a cikk, amit lefordítottál, nem Blacky? Igen, a Farsalinus és a németek. A németeknél végeztek egy vizsgálatot,
Egy 75 éves tüdőrákos páciens egészséges tüdőszövetét, gondolom meghalt az illető. Tehát mesterségesen életben tartott tüdőszövetét tették ki dohányfüstnek, illetve elektromos cigaretta gőzének, és ezt vizsgálták meg a németek. Ugyanazokat az eredményeket kapták körülbelül, mint annak idején, amikor Farsalinoszék végeztek, vagy Farsalinosz tímje végzett hasonló méréseket. Gyakorlatilag a legtöbb mérési eredmény azt mutatta, hogy minthogyha normális szobalevegőt lélegzett volna be az a tüdőszövet. Ezzel ellentétben a hagyományos dohányfüst sejtkárosító hatása, jól emlékszem, akkor 1500-szoros volt az elektromos cigaretta gőzéhez képest. Tehát ez valami elképesztő nagy különbség. Durva. Meglehetősen. Az a baj egyébként, hogy ez így nem lépi át az inger küszöbiket. Nem, valamiért. Írhatsz ezeknek bármit. Egyszerűen, mintha nem csináltál volna semmit, csak folyamatosan mantrázzák az baromságaikat. Igen, és de amikor... Tényleg, Mondjad. Hogy tényleg olyan, hogy... Hetente kb. Lapátolják ezeknek az embereknek a lába elé a legújabb felméréseket és kutatásokat, és ezek után még mindig képesek azt mondani, hogy nem tudunk róla eleget. Tehát ez farhányból az egész. Ez az érdekük, hogy ezt mondják. Na. Ezért viszont én kifejezetten és különösen mérges vagyok rád, Blacky. Na. Amit most mondott a Pifko Krisztián alias Mújó, farahány borsó. Te is bedobod ezt egy kontrollálatlan Facebook dudvába, csoportba, gazba. Ott mit fog ez érni? Semmit. Ezt föl kell rakni a vaper.hu-ra, a ecigitesztek.hu-ra, az anyámkinya.hu-ra oldalra, ahol kontrolláltan vissza lehet keresni, mert az a Facebook, ez az internet pöcegödre. Azt tudom, de hadd szabadjon megjegyeznem, hogy a vaper.hu, azaz a Villanypára Egyesület Facebook oldala, mind az eddigi fordításaimat, amiknek most nekiugrottam az elmúlt időben, megosztotta. Tehát tudnak róla, hogy a webmesterük mikor fogja felpakolni, az már az ő dolga. Köszönjük szépen, egyébként hozzáteszem, hogy Blacky ezt direktbe is átküldte a Ziegler Ferinek. Szia Lackó Attila, most köszöntem el tőle, csak hogy tudjad, hogy hol tartottunk a diskurzusban, miközben ezek itt össze-vissza beszélnek mindenféle marhaságokat. Most ezt nem mondod, hogy közben meg ott pettingeltek. De igen. Ezért van ennyire csöndbe, hátba kell. Inkább csajozik. És egyébként Ziegler Ferinek pedig innen is gratulálunk, nyáron babájuk lesz. Ő már előre jelezte nekem, hogy lesznek átmeneti gondok a szerkesztésekkel, de Blacky átküldte direktbe, úgyhogy egyszer csak még szerintem a mai nap folyamán ki fog kerülni a Villanypára Facebook oldalára, illetve én át fogom küldeni Dovinak a teljes nyers fordítást a hivatkozással együtt, és akkor holnap már kikerülhet a vaper.hu-ra is, mert ugye ő, mint alelnökünk, egyébként a weboldalunk nagyon-nagyon, hogy is mondjam, gondos karbantartója és létrehozója is. Köszönjük szépen a nagy úrnak az összes ilyen tevékenységét, fordítását, és az ügyben végzett Ferinek meg gratulálunk. Ferinek meg gratulálunk. Ferinek meg gyerekzáros, likvides kitartás, flaskás. Feri, ha megszületik, higgyél nekem, minden nappal szarabb lesz. Most szólok. Már aludsz ki magad. Szenvedés. És imádkozz, hogy ne lány legyen, és aludd ki magad. De én azt kérem, hát hogyha akarjátok elvileg, vagy hogy mondjam én ezt elméleti síkon, hogy én szívesen kiküldöm hírlevélben is, majd valamikor rettyintünk köré valamit pluszba, és akkor oda is kitolhatjuk, igen, hogy... Tehát, a Charlie-nak ebben abszolút igaza van, mert az emberek már lassan arra is lusták, hogy egy-egy
Facebook oldalon vagy csoportban végigolvasanak egy cikket. Annak idején én csináltam a tiszaportál.hu című ilyen közéleti... Elmentem aludni addig, bocs. Ilyen inkább vegyél egy sokit. Egy korálkit vegyek, azt mondok egy... weboldalt, és ott jöttünk rá, hogy basszus, ha egy oldalnál hosszabb egy cikk, tehát egy képernyőnél hosszabb egy cikk, azt már senki nem fogja végigolvasni. Tehát, igen, az emberi szem azzal találkozik, hogy read more, akkor már vége van. Azt egyébként elég szomorú, de én azt direkt mérem a hírlevelekben is, ugye látom, hogy most ezt kiküldtem, és hogy milyen sorrendben hány link van mondjuk ott. Vagy mondjuk a bejegyzéseknél, ahova felsoroljuk ugye az adásmenetet, amit soha nem kattint meg, és megkérdezi, hogy MP3-ba le lehet tölteni? Igen, a 000-tól kezdve ott van. Csak le kéne gördíteni. Tehát látom, hogy mit kattintanak és hányszor. És az első egy-két linket megkattintják, és onnan exponenciálisan csökken a kattintások száma. Pedig kurva érdekes témák vannak itt előttetek, amit, hogyha nem a kocsiba vagytok, itt meg tudtok olvasni. Valaki rám írt fűnyírás közben, tudod így, mész a fűnyíróval, ezek a telefon. Megállok, fűnyíró, kinyitom, nézem, kérdezett valamit. Mondom, menjél már fel az ECG tesztekre, 2 vagy 3 ezelőtti adásban beszéltünk róla, ott van a link. Erre mit írt vissza? Hát jó, ha nem akarsz vele foglalkozni, akkor ne csinál. És miért nem írtál vissza? Üvegnyírok, érted? Miért nem írtál vissza? Egyébként az én kurva anyámat. Időm, akkor előkeresem neked, elmegyek hozzád, azt fölolvasom. Álljál meg, nem? Olyan nincs. Te vagy a Villanypára Egyesület elnöke, neked nem lehet életed. Kész. Sem. Igen. Charlie, te üzemelteted az elcigitesztek.hu-t, tele vagy irománya a videóval mindennel, te vagy az éjjeli ügyeletes, akitől 5-10-5-10 adaptert lehet venni éjjel 11-kor. Blacky, én azt kívánom neked, hogy sor vagy el. Tehát az meg, ezt komolyan fogják venni emberek. Nem kell komolyan venni. Én próbálok most szarkasztikus lenni, visszautalva arra, amit az előző részben is említettél, hogy egyszer tele lett. A hócipő. De explicit a tartalom, nyugodtan. Ez nem az, amit neked a videócsatornád, itt kimondhatod. Ettől függetlenül ugyanez történt. Igen, az embernek van élete, és akkor jön a türelmetlenebbje, és szétcsesz mindent. Egy ilyen kijelentéssel. Hát, ha nem akarod, akkor ne csináld. 173 bejegyzés van az oldalon, most néztem. Zárójel bezárva. Tehát én azt mondom, hogy tanuljuk meg azért kezelni mindent, minden dolgot a helyén a Facebook, ezzel a lineáris fossal, a naponta 1500 bejegyzésen nem gondolja senki komolyan, hogy bárki megkattint olyat, ami nem egy fél órával ezelőtt lett kirakva, hanem 2 napja, meg se találja, nem az a keresés, meg se találja. Nem egy maradandó médium, az biztos. Gyűlölöm ezért egyébként, de múltkor azt vettem észre, hogy valamelyik fórumon olvastam valamit, és megtetszett, és be akartam lájkolni a hozzászólást. Hát mondom, itt a vég. Én ezt nem akartam. Gyűlölöm egyébként. Gyűlölöm. Mindig félek, mikor látom, hogy ilyen akvizíció, meg ezt vették, meg megvették a WhatsAppot, meg integrálják a Messengert, meg az anyám kínja, meg telefonáljonnan, meg tartsd a kapcsolatot a családdal. Na mindegy, ez egy ilyen erősen off téma volt. De, és akkor egy ilyen durva erős átkötéssel... Egyébként kint van a Villanypára oldalán, csak szólok. Ja, zsír. Kókuszsír. Kókuszsír, mert az egészséges. A második embertől hallottam a csoportban, hogy a mi beszélgetésünk hatására próbálta ki a kókuszsírt. Hát elhiszitek ezt? Közösség formálóak vagyunk étkezésben is. Szerintem óvatosan ezzel azért, mert én úgy gondolom, hogy nem tudunk még eleget a kókuszsír hosszú távú hatásaira. Ez nagyon jó! Jaj. Téged melyik növényi olajgyár pénzel, Krisztián? Igen. Vénusz. Esetleg Vénusz a disznózsírgyártók? Esetleg... Szó szerint meg vagy kembe. Hallod? A abszolút. A tepertő préselő szakszervezet?
A Mészáros és Henterek. Henterek. Henter, Hentesek igen, Gőzler szövetsége. Henter. Vagy a hideg zsírszalonna kedvelő klubja. Ledobtam a láncot. Ja. Tehát mi már megmondtuk egy-két x adással ezelőtt is, hogy ha, sőt, az előzőben volt talán, amikor a Wanderer Zsolttal beszéltünk. Előző-előző. És az előzőben beszéltünk, hogyha majd az jön, hogy kiderül, hogy mégis ártalmatlan a nikotin, a maga valójában és helyzetében kezeljük ezt, hogy ártalmatlan erős idézőjelek között, akkor majd jönnek azzal, hogy és mi van az aromákkal. És lásd csodát, a kínaiak után a Time.com is beáll a followerjeink sorába, és megjelenik. És mi a felütés a második bekezdésben? Nem tudunk eleget az aromákról. Ennyi. Ennyi. Ugyan engedélyezett élelmiszeripari aromákról beszélünk, de nem tudunk róluk eleget. De akkor miért engedélyeztük? De nem az e-cigarettába engedélyezt. Kész vagyok. Igen. Senki nem engedélyezte, hogy ülvedd meg azt a spagettit. De ha belegondoltok, mindennel így vagyunk. Finomított kristálycukor. Barna cukor az örök élet forrása, de tulajdonképp nem jó a barna cukor, mert az csak ilyen melasszal bebarnított szar. Az igazi, az az aszpartám. Az se jó, gyerekek, mert az rákkeltő. Az igazi a szaharin. Az se jó, mert az igazi a xillit. Az se jó, mert az igazi a nyírfa. Tehát így az élet minden területén kiderül, hogy mindig van jobb, és mindig van, amivel a birkákat meg lehet etetni. Mondom ezt úgy, hogy a fiókban 4 fajta cukor van. De ugyanez van itt is. Hát most akkor nem jó a nikotin, de aztán lehet, hogy mégse erre kéne rámenni. Menjünk az aromára. Aztán most pörögjünk ezen pár évig, mert hisz nem tudjuk a rövid távú hatásait. Majd még előjönnek a PET, a PE, az LDPE, HDPE, a LDPE. Érted? Már az üveg sem lesz jó a végén, mert biztos kiolt belőle a nikotin valamit. Tehát úristen, rengeteg ötletem van még. Én már várom, amikor előhozzák elő. Én azt várom, amikor előhozod a mikrofont a hátad mögül. Halló. Nagyon szar. Most már tényleg a számba van benne. Hát ez a baj, lehet, hogy fordítanod kéne egyet rajta, mert irányérzékeny. Hello, jobb? Nem jobb, addig nem beszélhetsz. Pivko Krisztián mikrofon próbálját. Szóljatok, ha jó, de jó. Gyorsan szóljatok, hogy a latencinál, hogy véletlenül tovább mozgassam. Hello. Na, egy picivel jobb? Na, hát egy jobb opció már. Ennyi opció menni. Jó, maradj így, ne mozdulj, levegőt se vegyél. Jó, rendben, akkor megdermettem. Szóval én azt várom igazából, amikor elhúzzák a kalapból, hogy a harmadik generációs készülékeket nem javasolják, mert a nagy méretük miatt ízületi problémákat okozhatnak. Eszembe jutott a Gergő, mikor minap beszélgettünk éppen telefonon, és én nem értelek, Charlie, miért nem veszed meg ez? Abszolút itthon, tehát ez egy ilyen, nem kijárós, de itthon tök jó ez a dupla 26-650 Vapor Giant, és belerakom azt a 30 milli likvidet, naponta csak egyszer vagy kétszer töltöm, és akkor tök jó, és így beszélgetünk 20 perce, ez csak egy kibaszott nagy csattanást hallok, a picsába! Mondom, mi van? Leesett a mod? A faszom, leesett a földön, a tegyük le, takarítok. Tehát ott akkor nem az van, hogy kidől 5 milli, hanem jó, akkor most komoly mennyiségű papírszalvét, akár már 30 milli likvidet kell fölitatnom, és akkor letettük. Szóval ezeknek már megvan az a veszélye, hogy esetleg a lábadra esik, és esetleg eltöri a új percedet. De akkor lehet perelni? Ó, perelünk, Lalikám, perelünk! Hát, és arra emlékszel, Charlie, amikor a barna zománcos kantából a kanta fedővel töltöttük a modot? Hát ez kész. Nem hiszem el. Vigyetek el innen, a bolygóról is. Oh.
De én arra emlékszem, mikor fáklyát csináltunk a Matyi origenjéből, és most megint fölhozta, hogy elégettük az inzulátor, de szerintem nem az övé volt. Mindegy. Úgyhogy, ja, hát most az aroma lesz majd soron. Nálunk meg az orvosok vannak soron. Krisztián, nem dicsértél még ma meg, hogy micsoda rádiós műsorvezetői magasságúval emelkedik az átkötési szintem, a level 99. Nagyon, nagyon, nagyon durván torott Charlie ma. Egyik témából a másikba. Szökellünk jobbra-balra, mint a réten. Szóval, igen, igen, a move-ot osztani kéne, osztani, azt osztani, nem a hülyeséget. Van ismerős, orvos, ápoló, röntgenasszisztens, anyám kínja, dugjátok az orra alá, írják alá, támogassák, már van 7 magyar támogató, legalábbis akkor annyi volt, amikor ezt aláírták, vagy ezt kimásoltuk, ezt a linket, egyébként Move Medical Organizations Supporting az semmi, Vaping and Electronic Cigarettes. Tehát ez direkt és kifejezetten az egészségügyben dolgozó orvosok, tudományos szakemberek elé tárja az elektromos cigaretta ügyét, hogy álljanak ki mellettünk, mint alternatíva. Ők pedig egy aláírással felkerülnek egy listára, ez a lista pedig nyilvánosan látható. Igen, ezek az egészségügyi szakemberek gondolják úgy, hogy az elektromos cigaretta ártalomcsökkentő szerepe túlsúlyban van azokhoz a kockázatokhoz képest, amiket nap mint nap a kormányzatok, a média és hát természetesen a dohányipar próbál belesújkolni az emberekbe, és kételyeket ébreszteni az elektromos cigaretta használattal kapcsolatban. Fontos, és ki kell emelni azt, hogy nem írhatja alá akárki, itt tényleg csak egészségügyi dolgozók, illetve egészségügyben dolgozó szakemberek aláírása számít. Aki csak úgy magánemberként aláírja, az nem kerül fel a listára, úgyhogy csak azért osszátok. Hát, ha ismerős ismerősének van valami olyan családi vagy baráti kapcsolata, aki ebben szakmailag érintett, és esetleg előre viheti az ügyünket azzal, hogy aláírja ezt a kezdeményezést. Gyerekek, álljunk meg egy kapavágásra. Ó, mintha korál kizörögne. Nem, a Rainbow Nerd cukorkámat bontom éppen. Sor vagyon el az a kezed, amelyikkel bontod, hogy nem némítod a mikrofon. Te Blacky, biztos tudod, miről van szó. Őszinte legyek, nem? Nem. Na, nem. Hát ennyit. Akkor keres ilyen Rainbow Nerd cukorkámat. Figyelj, engem itt ezen a szigeten csak a svéd cider érdekel. És fölpattintja a cidert. Mondok akkor pár számot. 269 supporter, azaz támogató van, ebből 7 magyarok. Ez is összehasonlítható mennyiség, de akkor nézzünk pár országot összehasonlítva. Oroszország 0, tehát végtelenszer több támogató van nálunk. Brazília 1, 700%-kal több támogató van nálunk. Soroljuk föl Ausztráliát. 8 támogató, azaz 1 darab támogatóval több, az a kurva nagy kontinens. Lengyelország, ami nem kicsit nagyobb, mint Magyarország, lengyel-magyar 2 jó barát, 7, ugyanannyian, mint mi. Anglia. Ausztria 2. Igen. Anglia 17, tehát összehasonlíthatóan a nagyságrendeket, hogyha látjátok. És személy szerint rákerestem most itt alul, mert itt vannak felsorolva, nem sok ez a 7, szerintem köszönjük meg nekik idáig is. Juhász Máté, Balázs Péter Makarész, vagy Makarész Balázs Péter, dr. Ötvös Tamás, van itt egy Dunakeszi mentős, köszönöm szépen, van Minorics Dánielünk, Bokor Edinánk és Sándor Zsoltunk.
Debrecen, Kőszeg, Baja, Dunakeszi, még egy Debrecen, Komló, Dunaújváros. Respekt. Köszönjük. Írország 3. Hát, miről beszélünk, fiúkák? Új-Zéland 3, Norvégia 4, Peru 1. Sehol nem vagytok. Magyarország. Ennyi. Dél-Afrika 2. Molekuláris biológus, mit ér egy olyan? Bezzeg a mi mentősünk. Dunakeszi, oda ver! Na, szóval tényleg olvassák át, magyarul le van írva a szöveg. Szerintem tökre jó lenne. Ez volt az a rész, amikor mondani kellett volna, hogy szerintem is. Szerintem is. Szerintem is. Ez nyilvánvaló, hogy szerintünk is. Zsír. És akkor valaki betett ide egy olyat, szerintem a Black Kentyű volt, hogy én voltam. Szaptankok a kezdők csapdái. Mire igen. gondolt a szerző? Arra gondolt a szerző, hogy nem egyszer, nem kétszer láttuk már, és megint a Facebook csoportokat kell emlegetni, ezt a szubtank jelenséget, hogy mindenki veszi elég erősen, kezdők is, mert ugye azt látják mindenhol, hogy ez az Isten császár dolog aztán két nap múlva kerül a bőrzébe, vagy ilyen adok veszek topikokba, egyszegi piacra, stb. Ha jól emlékszem... Ortresken, és még akkor igen. a bőrze a jobbik. Igen, és ha jól emlékszem, akkor a József Miklós, Miklós József, sose tudom, hogy igen. Facebookon kinek Facebook, melyik neve igen. melyik. Szóval azt hiszem ő hozta ezt föl. A sokadik panaszkodás után, nem az ő panaszkodás, hanem mások panaszkodtak a szubtankra, hogy ez nekik nagyon nem jön be, meg nagyon veri a torkukat. Illetve nagyon föl kell csavarni a teljesítményt, vagy nincs gőze, vagy nagy a TH, vagy kutyafüle. Hogy itt alapvetően az a baj, hogy csak azt látjuk, hogy videón mekkora gőzt fújnak vele, vagy azt látjuk, hogy valaki nagyon elismerően nyilatkozik róla, és akkor finoman fogalmaztam. Ezt vegyed öcsém, mert ez a fasza. Azt nem vesszük figyelembe, amikor azon gondolkodunk, hogy mi legyen az a készülék, amivel el kéne kezdeni vépelni. Ugye meg volt említve az előző adásban az iStick Subtank kombó. Az iStick tényleg, ahogy mondtátok is, egy hihetetlenül jó kis készülék. Olyan áron, hogy most ha belegondolunk, tényleg röhely. Két évvel ezelőtt ölni tudtunk volna ilyenért. És akkor nem mentem messzire. Mert volt az az időszak, amikor mindannyian dekang meg hangzelleves szívtunk 5-10-es kazánból, mert csak az volt. Vigyázzál ezzel a csakkal, Fifika mindjárt torkodnak megy. Hogy? Mi az, hogy csak? Mondtam. De miért mennék én a torkának? Hát mert ezt mondta, hogy csak ezek voltak. Miért? Nem csak ezek voltak? Amikor mi elkezdtünk, és lesajnálás. De mi azt akkor nem úgy éltük meg, hogy csak. Hát, hogy egyáltalán volt valami csár. Pontosan. Az, hogy... Nem volt választék. Hardware-ben se volt ekkora választék. Tehát aki most kezd, az nem tudja, nem fogja fel, mekkora jó dolga van. És ezért gondolom, hogy ez egy csapda, mert roppant népszerűek ezek a termékek. Viszont nem mindenkinek felelnek meg. Tehát Charlie-nak megfelel, mert ő szereti töményen tüdőre venni és köpni nagyokat kifelé vele, mint ahogy most ugye a kis dripperével, a smokebox-szal és a többi, és a többi. Nem tudom, de miről beszélsz. Aki analógról... Tessék? Nem tudom, miről beszélsz. Na, kis herceg a háttérben. Igen. Krisztián. Azt. Szóval... A szó mennél sokkal diszkrétebben herceg. Na, szóval ezek a szubtankok, nevezhetjük Atlantisnak, Kanger szubtanknak, az a Horizon féle Arctic szubtanknek, teljesen mindegy, hogy melyiket vesszük elő, mind arra van kitalálva az Ego One is, ugye a Joyteknek az új játékszere,
hogy egyből tüdőre vegyük a gőzt. Ha nem szívjuk elég erősen, bántani fogja a torkunkat. Ha bemegyünk egy LCG szaküzletbe, és veszünk egy hardvert, aztán utána rendelünk hozzá levest, az alapján, amit az interneten olvasunk, hogy szorozd fel 30-al a mostani cigarettának az erősségét, és akkor majd jól kijön, hogy 18-as, és azt betesszük egy ilyenbe, elég csúnyán meg fogjuk járni, főleg, hogyha úgy fogjuk használni, mint hogyha egy normál cigarettából slukkolnánk. Nem tudom, próbáltátok ti már ezt a szubtankot? Persze. Én nem. Pifika? Melyik szubtankra gondolsz? Ja, én Charlie-t próbáltam. Málnával. Úgy nem volt az igazi. Uh-huh. Nem kommentálom. Te is tüdőre vetted, vagy egyből így úgy pöffentettél? Tüdőre. Ilyest. Tüdőre. Szubtank az egyébként se való így pöfékelni. Na pontosan ez az, hogy sokan megveszik első vagy második készüléknek, és megpróbálnak vele szájból tüdőre slukkolni, és akkor jön a pofára esés. És ezért gondolom azt, hogy ez egy hype, egy csapd, amiben sokan beleesnek. Amint az előző adásban mondtunk, hogy miért akar a cigi füstmennyisége után egy 50-szer akkora gőzmennyiséget kitolni az arcából, mikor nem azért tette elvileg le. Ez oké, csak ez egy baromi májár, tudod? Tehát oké, nagy gőzt akarok fújni, mert milyen jól néz ki. De nem tudom, hogy ez hogy működik, nem tudom, hogy ez miért ilyen, és akkor próbálsz szájból tüdőre slukkolni, kijön egy aprócska pamacs, ami egy eldobható, egyszer használatos elektromos cigarettának a gőze körülbelül, és egy olyan TH-val, ami ilyen tüdőre ülős, tudod, ez a roppant kellemetlen, és megy a csodálkozás, és két nap múlva megy az adok-veszekbe, hogy ez így nem vált be. Nem vált be, mert egészen más célú felhasználásra való, úgyhogy én innen is szeretnék megkérni mindenkit, hogyha kezdőjön, hogy mit vegyen, mit tudom én, az Ego Spinner, meg az Aspire BDC után másodiknak, akkor ne egyből szabtenkre próbáljunk terelni, mert nem lesz okos ötlet. Figyelembe kell venni azt, hogy az ember szájbaslukkolós jelleggel dohányzik-e, vagy dohányzott-e, úgy használja a jelenlegi készülékét, vagy nem. Én nagyjából ennyit akartam volna, erre akartam volna felhívni a figyelmet, hogy ez nem olyan arany, ami fénylik, csak adott szögből. Adott szögből a Garamvölgyi Dénes némítsd le, a vikingek is csillogtak múlt héten, de aztán mégis odavágtak nekik a franciák. Igaz, Krisztián? Mekkora ruhát kaptak? Én már azt ott éreztem, mikor 10 percen keresztül másztak fölfele a létrán, hogy ebből nagyon csúnya zakó lesz. És utána fölmásznak, azt hiszed, hogy már majdnem megvan, előhúzzák azt a tetves zászlót, és a sok hülye ettől erőre kap. Hú, de hallod, hogy a Ragnar az mekkorát nyekkent a hátára, az öröm volt. Bazd meg, mondom, ennek beszakadt a tüdeje. Azt mikor véreset pisál, hát mondom, jó, leszakadt a vizéje is, a veséje is. Remek, akkor a fiának a hátából nyilvesszők állnak ki. Na mondom, ezt is kiírhatjuk a sorozatból. Zsír, mi jön még? Én már várom, hogy Floki megégjen, de úgy látszik, hogy még nincs itt az évad vége, még élnie kell. Igen. De hát ugye a rögtönző történelem órából, a múltkorról tudjuk, hogy sikerülni fog nekik végül, de ez így... Én azt hittem, hogy most oda mennek és lealázzák a párizsiakat. Nem, ez kellett ez a pofon a Flokinak szerintem. Úgyhogy érdekes lesz nagyon. Na de hogy pörgessük meg, mert 2 perc múlva a feleségemnél kéne lenni az irodában, fölvenni a munka végén, átnyargalnék az olvasói kérdésekre. Hagyod, Charlie, hogy a magánéletbe leszóljon a podcastodban. Hát, tudom, megint hallatlan. Az én kurva anyám. Most milyen sapka van rajta? Hát ezt nem hiszem el. Teleszállj. Mit teszel? Teleszállj. Ez valami cukor lesz a hangjából ítélve. Vonka Rainbow Nerds cukor. Vonka Rainbow Nerds. Gratulálok. Ez a csillámpónik pukija szilárdan. Így, ahogy mondod. Oké. Tóth Gyula kérdezte.
szerintetek hány nagy név, Typhoon, Kaifun, Kangertek, Smogtek, stb. Fogja perelni az európai szabályozást? Ugyanis a jelenlegi infók alapján egyrészt jelentős gazdasági hátrányba kerülnek, illetve erősen felmerül a kartelgyanú, hiszen hogy nem, minden dohánycég már előre legyártott, egyforma palettával rendelkezik, pedig még be sem vezették a szabályozást. Na, erre én is kíváncsi leszek, hogy ebből lesz-e valami. Tetszene egyébként, hogyha ezek a nevesebb gyártók komolyabb tőkével a hátuk mögött nekiugranának a szabályozásnak, ugyanúgy, ahogy a Tótölövikét csinálja. Ugye? A 20-as cikkeit, a TPD 20-as cikkeit támadták meg. Biztos, hogy érdekes lenne. Erről, Blacky, majd beszéljünk már privátba is, illetve segítségedet is akarom kérni, meg a Charlie-t is, meg a Krisztiánét is, mert 28-án Kína legnagyobb e-cigaretta gyártójával fogok találkozni, illetve az elnökével, és prezentációt kell neki csinálnom az európai e-cigaretta helyzetről. Meken csináld, meg Pages-t betarolni fogsz. Hát én fogom tartani neki a prezentációt. Én nagy naívan azt gondolnám, hogy ezt ők így házon belül rajta tartják a szemüket, de ennyire nem. Biztos, hogy rajta tartják a szemüket, Krisztián, de miután üzleti kapcsolat lesz közöttünk, ezért kell egy ilyen prezentációt megtartani. Nyilván tudják, hogy mi a helyzet. Szerintem ők nem érzékelik úgy ezt az egész kérdéskört, ahogy mi éljük meg. És mindenféleképpen ki akarok térni a készülő európai szabályozásra. Hát, ha van akkor a súlya Kínának, hogy esetleg valamilyen irányba befolyásolni tudja ezeket a dolgokat. Úgyhogy ez, ugye készül az Egyesület berkein belül egy saját szabályozási javaslat, és nyilván ez mentén azért ki fogunk térni erre is, hogy esetleg a gyártók felől milyen nyomást lehetne gyakorolni az Európai Parlament felé. De meg fognak téged ezért köpködni, hallod? Kicsoda? Hát akik az adóparadicsomba vizionáltak téged, meg még most még Liquid Meister is vagy, meg még most kínaiakkal találkozol, e-cigaretta fronton egyezkedni. Hű, leszel itt te még minden, csak fehér ember, nem? Ó, és még számtalan ötletem van. Egyébként. Mondjuk, tehát van az a pénz, amiért segítünk neked. Ja, rendben. Charlie csak annyit mondott, hogy ebben a kínai cégben szeretné valami C-betűs titulus. CEO. Hát legyek CEO, vagy legyek CTO, bármi, ami chief. Chief és officer a vége. Az lehet technical, lehet akármi. Mondtam neki, hogy van még egy C-betűs állás, azt a CB rádiót még nem töltötte be senki. Amíg itt bóckodtok, addig én elgondolkoztam a kérdésen is igazából, hogy érdekes az, hát mondjuk a nagy kínai nevek azok azért sem nagyon léptek itt a porondra valószínűleg, mert amennyire én tudom, nincsen nekik európai képviseletük. A többiek Európában, meg tényleg a Totalivikidet leszámítva nem nagyon kezdtek önálló akciókba a TPD ellen, és azon gondolkodom, hogy ez nem is biztos, hogy baj. Tehát nem tudom eldönteni, hogy kellett volna, vagy nem kellett volna. Mert ugye, amit a Stanton Glantz és a hozzá hasonló idióták megállás nélkül nyomatnak, hogy minden egyes magánember, aki a véleményét nyilvánítja az elektromos cigarettázás mellett, arra azonnal rásütik a bélyeget, hogy valami cégnek a bérence és lobbista, és a többi, hogyha itt ebbe a korai szakaszban a cégek nagyon ugrabukáltak volna, akkor könnyen elképzelhető, hogy lesöpörték volna az egészet azzal, hogy a kapitalista disznók itt nyomulnak a profitért. Tehát a piac mozgatja, tehát
most azért... Hát igen, ez is benne van, persze. Vonatkoztassunk már el attól, hogy van egy csomó lelkes ember, és ez egy kvázi közösségi szerként került be Európába. Ugye ennek azért a kezdeti lépéseit itt szinte mindahányan megéltük. És folyamatosan évek óta erről beszélünk, vagy én legalábbis erről beszélek, hogy egyszer átlépjük azt a küszöböt, amikor már a profit fogja mozgatni ezt az egész piacot. És most már egyébként ott tartunk, hogyha megnézzük a fogyasztószámot és a forgalmat, amit generál maga az e-cigaretta Európa szerte, hogy már itt azért keményen elkezdődnek majd a profitharcok, és az egész DPD az a nagy európai dohánygyártók kedvében próbál járni, mint a Bata Philip Morris, vagy forgalmazók, mint a Bata Philip Morris, és gyakorlatilag a kínaiak, akik kiszolgálták ezt az egész piacot, mert azért lássuk be, hogy itt a forgalom nagy része az kínai árukból tevődik össze, az egók, az öttizek, a egyszerűen használható kazánok, patronok, stb. Azért én nem gondolom, hogy őket ez hidegen fogja hagyni, illetve hogy hagyják azt, hogy mondjuk ledegradálják magát az eszközt vissza a kartomizerek szintjére, vagy a kartós 5-10-es cigarettaformájú készülékek szintjére. Nem, tehát én nekem... De várhatóan, hogy tudjuk, hogy ezek milyen minőségűek, vagy a mostani harmadik generációs készülékekhez képest milyen élményt tudnak nyújtani. Nyilvánvaló, hogy a kereslet is vissza fog esni, és nem lesz rá ekkora érdeklődés. Persze, érdeke Kínának az, hogy ez a szabályozás ne ebben a formában kerüljön bevezetésre. Valószínű, hogy a többi nagygyártónak is érdeke, akik európai székhelyűek, viszont ahogy Krisztián mondta, ők még megpróbálnak kivárásra játszani. Eleve ez a TPD, ez még csak egy direktíva. Tehát még megtámadni nagyon nem lehet, gondolom én. Ez hát, így van egyébként. Itt azért a helyi szabályozások fognak dönteni. Ezek, tehát, hogy mondjam, egy eszméletlen nyitott végű, mondjuk nem annyira, amennyire szeretnénk, és akkor meg tudnánk harcolni a saját harcunkat a saját kormányunkkal, mert mondjuk ez a 10 millis utántöltős történet, ez a röhely szintje, tehát ha akarok még szemétkupacot magam körül, akkor valószínűleg 5 millisbe kéne gondolkodni, mert az kétszer annyi üveget fog jelenteni, mint a 10 millis. Tehát eszébe ne jusson senkinek 20-30 millis utántöltőket forgalmazni, mert az nagyon szar, abban kevés a szemét. Majd jön a betétdíjas nikotinos likvid. Szóval írdatlan sok fogáspont van rajta, miközben egy csomó dolgot pedig a tagállamok saját hatáskörébe rendel, például az, hogy a nikotin gyógyszer vagy nem. Tehát, őrült, igen? Rájöttem, hogy te engem nem tisztelsz. És nem csak, hogy engem, a családomat sem tiszteled. Illetve az én nyugalmamat. Mondtam 5 perccel ezelőtt, hogy siessünk. Erre elkezdesz egy nagy monológot. Haladjunk. Fülig, Jimmy. Ezt nem ilyen hangon kell mondani, Charlie. Nem tisztelsz engem. Igen. És a családomat. Akkor haladj. Majd a következő adásban ezt még kipróbálok. Járjuk körül, mert itt sok a kérdés igazából, és sok a bizonytalanság és képlékenység. Lesz nekünk is egy nyers vázunk. Krisztián, te is csak akkor vagy csöndbe, bazd meg, amikor nem kéne. Arra van, na, haladjál. Fülig Jimmy. Kezd el felolvasni. Fülig Jimmy. Miért van annyi agyhalott a csoportokban? Mi már rég megkorbácsoltuk volna az ilyeneket a fedélzeten. Igen. Ennyi. Ez az egész világra tekintve állandó, nem emlékszem, hogy ki mondta, de nagyjából az volt a mondandójának a lényege, hogy az emberiség 90% a csőcselék, és hát ez az arány, ez tetszőleges csoportosulásban tartani látszik magát. De hát,
Jó, ennyi. Megyek tovább. Székely János. Aromákkal többiek ki se fejthetik. Nem fejtik ki, mert itt az aromáknál majd úgyis leragadnak. Fifika röviden. Székely János kérdezte. Aromákkal kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, hogy ha valaki mogyoróérzékeny, az érzékeny a mogyoróízt éreztető aromára is. A mogyoró aroma gondolom nem mogyoró alapanyagból készül, vagy mégis? Itt nincs érvényben az élelmiszeriparban is jegyzett aromák előállításának módja, mint például a mogyorót penészgombákból mikrobák használatával készítik? Kinek érzékeny a mogyorója? Az enyém nem. Hát ha megütik, akkor igen. Ugye a mogyoróban a mogyoró illat ízért felelős molekulát másolják gyakorlatilag. Tehát ez egy, azok a mogyoró aromák, amik nem a mogyoróból készülnek, tehát nem valamilyen organikus kivonata, összegzése a mogyorónak, azok nyilvánvalóan. És mi volt az a röhögés? Mert éreztem, hogyha még egyszer kimondod, hogy mogyoró, akkor nem bírom tovább. Két, ne nyújtsd már az adásidőt a jó Isten áldozat. Így van. Tehát Krisztián mogyoró, tehát a nem organikus mogyoró aromák, és én úgy tudom egyébként, hogy mogyoróból nem is igazán készül organikus aroma, te szívtetlen. Te mit szívsz? Ezek gyakorlatilag a mogyoró illat és ízanyagáért felelős molekulák mesterségesen előállított másolatai. És sokszor egyébként például a mogyoróra abszolút nem hasonlító aroma összetevőkből állítanak elő abszolút mogyoró ízt, illatot utánzó dolgokat. Most az, hogy ez allergiát kivált vagy nem, én azért ezzel óvatos lennék. Tehát aki mogyoróra allergiás, az lehetőleg ne szívjon olyan aromát, amiben föltételezhetően van olyan molekula, ami a mogyoró aromához kell. Egyszer fogom magam is be fogom másolni ezeknek az aromacsoportoknak a vegyi leírását. Érdekes olvasmány egyébként, tehát ha valaki nem agyhalott, ugye, tehát a 10%-nak másolom majd be, akkor az megnézhető, hogy milyen összetevőkből lehet milyen ízeket, aromákat összeállítani. Adok most neked a 90% maradékból egy kis ízelítőt. Párásító csoportban feltette a kérdést. Még egyszer hangsúlyozom, párásító csoportban is értő gondolkodást várok el tőletek. Nem nagyon hallgatom a podcastot, de ha még nem volt, érdemesebb betárazni nikotinos alappal. Érzitek a kérdés súlyát? Én az ellentmondást érzem benne. Tehát így fölteszek egy kérdést, amit itt megválaszolunk, de ő ezt nem nagyon hallgatja, úgyhogy szerintem ki is hagyhatjuk. Következő. Majd kérdezzél meg valakit. Igen. Következő. És egy szolgálati közlemény is lesz egyben. Vizi Norbert frissen regisztrált Facebook tag. Ezúton is köszöntjük. Melyek azok a tények, amik miatt nem fog működni korlátozást követő külföldi EU-s is, mert az agyatlan onnan oldaná meg, behozatali, illetve csempészési kísérletek. Csak mert ezt szajkozzák a vörösbetűsök. Ja, és olvasd be, légy szíves, hogy üzenem az asszonynak, nem én ettem meg azt a babapiskótát, köszi. Nem ő ette meg, azt mondja. Akkor legyünk rövidek, jó? A TPD 18-as cikkelye rendelkezik arról, hogy a dohánytermékek és a TPD hatálya alá tartozó termékek, ide értve sajnos az e-liquidet is, nem forgalmazhatók tagállamok között. Tehát ebből a szempontból teljesen úgy fog működni a dolog, hogy minthogyha cigarettát akarnál venni mondjuk Nagy-Britanniából, nem fogsz tudni aranydobozos Benson & Hedges-t rendelni online, mert nem megy át a vámon. Benson & Hedges, jó. Milyen világi cigiket sor. Egyébként elmondom, ugyanaz lesz akkor, mint ami most van, hogyha mondjuk Bobas Bounty-t rendelsz 6-os erősségben
From the USA. És a vámos ír neked egy levelet, hogy nyilatkozz. Nyilatkozz, hogy nikotinos-e a likvided. Binted. Szeretném, ha megrohadnál a csokiddal együtt. Tehát büntető jogi felelősségedben nyilatkozz, kérlek, hogy tartalmaz-e nikotint vagy sem. És azt mondod, hogy nem tartalmaz, bácsi. Akkor ő vagy elhiszi, vagy nem. Ha nem, akkor elküldi bevizsgáltatni, és hogyha tartalmaz, akkor bizony téged, majdnem azt mondtam, hogy meg fognak baszni, de nem, ilyet nem mondok, hanem csak egyszerűen megbüntetnek, és vagy a megfelelő büntetési tételt ki fogják rád szabni. És kifizeted a vizsgálat díját. És kifizeted a vizsgálat díját természetesen. is.nav.gov.hu Egyébként zárójelbe jegyzem meg. Tessék? Ebben a témában kár ezt a nikotin dolgot most belekeverni, mert ebben a témában nem releváns, mert ez most jelenleg van, és egy kicsit félrevezető, mert ugye, hogyha a hatályba lép a TPD és honosítják, akkor utána a max 20 mg per milliliteres dolgok lesznek, de ahogy Blacky is mondja, fönn nyitva tartják a lehetőséget, hogy a tagállamok a határon átívelő kereskedelmet korlátozzák ez ügyben, úgyhogy itt egy kicsit más a leányzó fekvésen, mint jelenleg a nikotinnal, hogy nyilatkozni kell, vagy sem. Másmilyen. Tehát mondom akkor, és gyorsan igyekszem mondani. A nagyobb kérdés az nem is a leves utánpótlás beszerzése lesz ebből a szempontból, hanem itt kazánokról és egyebekről is beszéltek. Ugye itt a 2 milliliternél nagyobb úrtartalmú kazánokat cuzamme be fogják tiltani az EU-ban, és a többi, folyás biztos, stb. Tehát, hogyha ezt mind komolyan veszük, hogy ez így lesz, akkor ez a piacon kapható készülékeknek, és direkt nem a likvidet mondom, a készülékeknek és kazánoknak a 99%-a. Krisztián, azért mondtam a likvidet, mert ott nagyon egyszerű lefordítani, mert idáig, aki mondjuk akart rendelni nikotinost, vagy megvette feketén pult alól itthon, és tudom, hogy te ebbe mindig bele fogsz kötni, de gyakorlatilag, mivel senki nem meri árulni, ezért feketén pult alól itthon, megvette az EU-n belül teljesen legálisan, kurva drágán, mert hisz kint drága, vagy rizikózott és megrendelte EU-n kívülről, és akkor azokat az eljárásokat kellett követni, amiket most mondtam. Hogyha meg lesz a szabályozás, akkor, és nem változik semmi, akkor ugyanezt az eljárást majd nem csak az EU-n kívül fogja eljátszani, és nyilatkozik boldog-boldogtalan majd mindenről. Így az analógia megállja a helyét, igen. Tehát igen, ezért igen, mondom, igen. Azért kell túlozni nekik, mert ha nem érti, meg... azzal az analógiával, amit te mondtál, ez így szerintem egyszerűbb, hogy fogják elővenni, és miért fogják elővenni. Ezt most könnyebb megérteni, mert hisz ez egy létező analógia most. De most ez gyorsan elmondom, hogy mi lesz a készülékekkel, mert az egy másik érdekes aspektusa ennek, és tényleg nagyon gyorsan fogok beszélni. Előtte elmondanám, ugyanitt 95 milliliter 3-as Bobas Bounty eladó. Köszönöm. No, tehát, hogy ne csak a likvidekkel foglalkozzunk, hanem a készülékekkel. Tehát, hogyha ez bejön, akkor nem kerülhet kereskedelmi forgalomban Magyarországon, sem az EU teljes területén. Tehát, aki arról ábrándozik, hogy majd a szlovákiai ecigiboltból berendeli, nem fogja tudni berendelni, mert ott sem lesz készleten, mert rá is ugyanezek a szabályok vonatkoznak. És aki, ne adj Isten, mert ilyen fölütést is olvastam a Facebookon, hogy hát akkor, aki most Szlovákiában jelentette át a cégét, az majd átjelenti a cégét Oroszországba, stb. Stb. Tehát ritkaság számba fog menni, mennek föl az árak. Melyik bolt fogja bevállalni ezt az egész történetet, de hogy ennyire messzire ne is menjünk, nagyon egyszerű lesz, onnantól kezdve, hogy az Európán kívülről jön be, vámeljárás alá fog esni. Meg fogják nézni, föl fogják bontani csomagot, és ott lesz egy olyan termék, ami nem hozható be az EU-ban, mert a komplett EU-ban nem kerülhet kereskedelmi forgalomba. Kokomlistás. Innentől kezdve az igazán, hát kvázi, az igazán mázlisták megkísérelhetik, és lehet, hogy egy-kettő átjön, de hogyha ez a szabály érvénybe lép, és ezt fogják csinálni, akkor nem lesz olyan pontja a világnak, ahonnan biztonságban megrendelheti ezeket a dolgokat, mert nem kerülhet kereskedelmi forgalomba.
akkor leszünk 10 millió esztergályos és üvegfúvó hazája. Igen, olvastam ilyen kommentet valamelyik fórumon, hogy balkolládába krumplit és kis esztergát a népnek, hogy legyen nikotin és kazán. Zseniális. Az... Na, tovább megyek. Utolsó kérdés, fiúk, tartsatok ki. Vaper Dugó kérdezte, egy ismerősöm kérdi, hogy okozhat-e hasfájást, hasmenést a gőzlérkedés. Először is meggratulálom, hogy gőzlérkedésnek mondja. Nagyon szép, igen. És utána válaszolok, hogy én nem gyomorra szoktam szívni a gőzt, tehát nekem nem okozott hasfájást, meg hasmenést sem, de hogyha megiszod, akkor véleményem szerint okozhat ilyet, de ti is kifejthetitek 30-30 másodpercben a véleményeteket. Ficsor Zoltán. Van még egy kis fakhagymás likvidem, arról el tudom képzelni, hogy ezt tudja produkálni, de egyébként nem. Köszönöm szépen, Pivko Krisztián. Hát a PG-ről végéről tudni, hogy nagy mennyiségben szájon át elfogyasztva, tehát lenyelve, a gyomorba jutva okozhat hasmenést. De ehhez inni kell nagy mennyiségben az alaplevet, úgyhogy hasmenést így önmagában nem okozhat, szerintem, de az emberi szervezet útjai kifürkészhetetlenek. A hasfájásról annyi jutott eszembe, hogy volt egy ismerősöm, aki PG érzékeny volt, és ő, hogyha PG nehéz likvidet szívott, akkor gyomorégést tapasztalt utána. Köszönöm szépen. Balogh Dávid. Nem mondom, hogy kizártnak tartom, de hogyha adott összetevőre, aromára, PG-re érzékeny az illető, akkor lehet, hogy okozhat hasonló jellegű tüneteket. A hasfájás és a hasmenés elég érdekes, főleg mivel ezt belélegezzük, de nem tartom kizártnak. Volt már rá példa, hogy valakinek hasmenése lett adott aromától, de ez az aromával és allergén reakció, vagy allergiás reakcióval kapcsolatban történt. Ennyi. Köszönöm szépen. Két dolog hiányzik, három dolog hiányzik még az adásból. Egy videó, egy kultúra és az adás címe. Azt én pótolom. Akkor ezt kitörlöm, jó? Jó. Kitöröltem, és addig megfejtem a... Az adás címét. Nikotinos pörgés. Halál. Bukta. Mánás bukta. Buktával dicsérd a napot. Nagyszerű. Nagyszerű. Volt már 59 remek címünk, ez a 60. 60. 60. Hát remek. De, 61. 61. Egy. Jaj. Jó, fiúk, engem ki fognak végezni, úgyhogy ha nem kerül ma föl az adás, akkor meghaltam. Mondd meg, hogy Dugó volt. Fogd a vízi Norbira. Ki kellett menteni az asszonynál. Igen, mindenre 3 kilométerre Dugó volt éjszaka. Jó van, fiúk. Részemről egy élmény volt. Nagyon durva adáshosszon vagyunk megint túl, megint ég a pofám. Be kell lássuk, hogy mi nem az egyórás podcasterek vagyunk. Blackinek köszönjük, hogy csak miattunk szabadságot vett ki. Igen. Nagyon szívesen, máskor is. Még egy szuszmorgást kérünk. Na figyelj, most úgy nyomkodja, mint a Vamo V7-et, nem tud leállni vele. Ezt lehet folyamatosan, itt nincsen cut-off. Oké. Akkor részemről köszönöm szépen, hogy itt voltatok nektek, hogy meghallgattátok, találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok. Egy élmény volt, sziasztok! Köszi, sziasztok!